egészen az önként vállalt házi karanténból. A Rádió egy összes frekvenciáján élőben a Home Office császárai. A tömegközlekedés csak fényképről nézegető Vadon János. A házi érés kamra kancellárja. Milyen Feri? Ja, Rákóczi Feri! És a digitális házi oktatás Home Office címzetes professzora, professzor, doktor, H.O. Home Office Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék! 6 óra után 8 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek, Home Office karantén, rádió 7, 14, 21, 22. De 22 számoltad. Összeállt a sztori. Sziasztok, jó reggel! Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello gyerekek, mi újság van? Csak igen, nem ugyanonnan a szobából. Jó, jó kérdés. Mi történik? Mi történik? Én már hát nagyon gondolkozom, hogy átülök egy másik helységbe. Aha. Ne? Hogy egy izgatottan kicsit olvasom ugyan a híreket, hogy az osztrákok már lazítanak, a németek lazítanak. Hát most igen, már itt mindenki igen, a lazulás útjára. A home office-ban lazítanak otthon maximum. Nem, képzeld el, hogy tényleg az van, hogy azt olvasom, hogy itt most már szépen nyitnak a kisboltok, meg az éttermek lassan egy-két helyen, úgyhogy hátulról hogy nyitják őket fel, éjjel kettőkor, feszítővassal. Tényleg ilyeneket olvasni? Nem olvastam most ezeket a híreket még. Abszolút, nem minden abszolút. Nem zsibbasztom magam sajnos, mert tegnap például felmentem így az internetre, az egyik kedvenc portálomra, akkor láttam, hogy 3-ból 2, ugye, koronavírusos hír, akkor be is csuktam, és elmentem inkább fővet nyírni. Te nagyon hát, nincs már. Jó, szerintünk erről, hogy igen, hogy kell időnként ez a fajta detox. Tehát amikor az ember egy kicsit tisztítja az agyát, nekem az tegnapi volt, ez pont ilyen volt. A tegnapi nap, az pont ilyen volt. Miért nem a szombatot használod erre, és akkor, hát, ugye? Szerintem. És akkor képbe lenne az ember. Ugyanazt csináltam én is egyébként. Tehát egy darabig így el van egy közös ilyen Viber csoportunk, ugye, amit van, aki néz, van, aki nem. Na mindegy, amit azért hoztunk létre, hogy megosszuk egymással a híreket, és akkor néztem. Oda szoktunk, ezt most a hallgatóknak mondom, ugye, hogy oda szoktunk beírni mindenféle híreket, és akkor én is tegnap így rámentem, mondom, akkor megnézem, hogy hát, ha oda tudunk valamit küldeni, de hát mit tud? Koronavírus, és vannak még ilyen fontosak, hogy ilyen legyen az otthonod, hogyha azt akarod, hogy 5 csillagos szárodába érez magad. Hát ezzel meg mi a francot kezdesz semmit? Képzeld el azokat a rovatokat, ami nem a koronavírussal foglalkozik. Most annak a szerkesztői mit csinálnak? Így van. Mikor így ülsz, és akkor te vagy egy ilyen lakberendezési rovat, vagy valami. Hát oda most mi a francot írsz? Hát semmit. kemény. Na és visszatérve erre, akkor mit mondtak? Mit mondanak, mit csinálnak az osztrákok? Az osztrákok? A németek? Mitől lesz nekik most? Bujálkodnak. Nem, lazítanak. Képzeld el, hogy ezt már olvasni lehet. Nyilván lehet, hogy náluk ott már ez lecsengőben van egy kicsit jobban. Hát az osztrákoknál nem lehet lecsengőbe, hát ott se volt az a nagyon nagy boom. Nem. Vagy, ugye én pont tegnap kérdeztem a Janitól, hogy vajon mit tudunk mi és a környező országok, amit az olaszok, franciák, spanyolok, meg az amerikaiak, meg a kínaiak. Nem mondd el adásban, mit mondtam. A titkot. Jó, azt nem mondom. Jaj, jó. Érted, hogy azért itt nem most tudom, még ezer alatt vagyunk. Igen. Hát figyelj, mi olyan jól állunk már, hogy most adtunk 100 000 maszkot az új macedónoknak. Értem. Menők vagyunk. Na, tehát ez tök jó példa. Uh-huh. Nem tudom, tényleg nem, én ezt nem behalóztam, tehát hogy azt olvastam már, tökre meg is örültem neki, hogy szépen lassan elindulnak a lazítások, ami nem azt jelenti, hogy ez nálunk is egyenesen arányos lesz, hiszen más mindenhol a vírus felfutása, de hogy azért szépen lassan így, hát hogy is mondjam, csak azért így kezd visszaállni az élet. De már mi, elindultál Bécs felé egy kávézásra? Tirolban, vagy feloltják a Vesztegzárat. Húsvétra kinyithatnak a kisebb üzletek Ausztriában. Hát ez mondjuk nagyon pozitív, mert pont az volt az a régió, ugye, hát ráadásul ugye Olaszországgal határos, nem gondolom az lehetett, hogy a legveszélyeztetettebb is bizonyos tekintetben. Ausztria kezd kilábalni, nyithatnak kisebb üzletek, kötelező a szájmax viselése, most már ezen túl az sem az. Ugye, de mostantól kötelező a szájmax viselése az üzletekben, de húsvét után nyitnak a kisebb üzletek. Németországban is enyhítenek egy kicsit. Túl vannak a nehezén. Újra kapható a Wiener Schnitzel. Igen, úgyhogy hát azért ez már mindenképpen egy minimális fény az alagút végén, hogy ennek Németország mondjuk,
Igen, Németország nem állt rosszul a harcban soha, ugye azt mindig elmondták, hogy ott szinte a legkevesebb a halálos áldozat. Kivéve az első, meg a második VH-t. Az oké. Okay. Igen, de nem, nem állt mindig rosszul. Igen, az talán jobban látható volt az a küzdelem, már abból a szempontból, hogy, hogy így az, ott legalább tudtad, hogy lőnek rád itt a vírussal kapcsolatosan, azért nyilván más a helyzet. De hogy a németeknél azért mindig azt lehetett olvasni, hogy bár sokan vannak, de kevesebb a halálos áldozat, jól kezelik a dolgot, nem indult el annyira, mint az olaszoknál, spanyoloknál, franciáknál. Úgyhogy az egy, az, szerintem ők jobban kezelték. Uh-huh. Ez biztató minden esetre, ez jó. Ez jó. De ilyen, lehet, ja, Balázs, jó. Az éttermek majd csak május közepe Ausztriában, kisboltok talán, de oda is akkor mehetsz, ha csak ha muszáj. Tehát így oldják föl lassan. De most miért? Most náluk nincs bolt, és akkor hol vásárolnak? Nagyboltba lehet csak menni? Kisbolt nem nyithat ki? Hát igen, vagy online-en, tehát ezt nem tudom, hogy ők pontosan ezzel így, hogy hogy állnak, vagy mi a helyzet. Hát biztos nem járnak át hozzánk vásárolni. Hát most nagyon nem. Te kinél csipog a mi? Én is hallom. Nem halljátok? Tudi-tú. Móni a futógépen, a garázsban. Kicsit meg kéne olajozni, kicsit, vagy valami. Hát kicsit nyikorok, most nem hívhatok ezzel, érted, itt mindenféle vadidegen szervizel, szerelők. Mondom, mi ez jó Isten, ez érted. Nem tudom, azt, rá van írva, hogy ne bontsa meg a burkolatot. Hát na most ki vagyok én, hogy ezt felülvizsgálja, érted? Tökre igazad van, hadd nyikorogja. Azt hittem először egy... Nyikorogjál már, anya! Fussál már lassabban, eleve tök frusztráló felének, hogy ilyen gyorsan futsz. Nagyon. Ez engem mindig zavar. Azt hittem először egy csapágyas mosógép. Nem. Tényleg behaladszik az ablakon keresztül. Menj át az ellipszis trénerre. Azaz, ha az csendesebb. Fekvőtámaszhoz. És ő ilyenkor tud sportolni? Reggel 6-kor? Aha, ilyenkor szokott. És pont most van futónapja. Kemény. Árnyékbokszol. Négy üteműz. Légző gyakorlatok. Nyújtás, jóga. Húzzál zoknit a cipődre. Na, nem az, ennyi tanácsom van ma reggel. Nem a cipő nyikorog. Illetve még be tudom csukni az ablakot. Nem kell. Nem, csak úgy először nem tudtam olyan furi. Nem, most furi így, volt így felesel a rigókkal, akik megszálltak a hamis ciprusainkat, és most kezdődik tényleg megint a rigó hiszti. Két-három héten hallom. Keresztül a saját nagyon kertünkben. Fut. De ez eddig nem volt a körülünk, egyfajta új atmoszféra, ami beszűrődik a reggelben. Hát nézzük a jó oldalát, szóval, jó, hogy azért ez nincs ezzel baj, valami kis újdonság, Móni futógépen. Eddig elnyomta a csámcsogásom. Igen, eddig a kavargatásod az elnyomta, igen. Azt mondja, hogy nálunk Szlovákiában mai féltől 13-áig senki sehova, csak üzlet, az is csak megyén belül, puszi, szép napot, tehát akkor ott azért még ez nem teljesen. TBC-s dolgot olvastad, hogy akik elvileg, ahol nem kaptak, nem volt kötelező, durvább a dolog, ezt vizsgálják. Így van. Ezt vizsgálják. Mi is kaptunk. A kommunista országban azt vizsgálják, ugye, vagy a volt posztkommunista országban, hogy most már nem. Mi? Rosszul mondtam. Egyes vélemények szerint még mind. Na, mind. Nem, hanem hát ugye régebben, ugye ahol BCG oltás kötelező volt, a mai napig, ugye mi adjuk a gyerekeknek, aztán talán az első oltás, amit megkapnak, ugye. Igen. És ott az azért nem olyan nagy a halálozási arány, mert hogy az a BCG oltás az egyfajta immunitás, vagy védettséget, vagy megvéd bennünket, és ahol nem kötelező, adható, vagy nem is adják, Olaszország, Németország, mit tudom én, nyugatabbra, ott ezért rosszabb, tehát hogy ez ad valamiféle immunitás. Ha volt immunválaszotok, BCG-re, tudod, amikor a karodnak így be kellett udorodnia. Igen, pirosod. Igen. Pirosodnia, ugye, akkor... Úgyis marad tipisen. Úgyis marad, akkor az lehet, hogy valamiféle immunitást ad. Vagy védettséget. Szóval vannak ilyen elméletek, ezt most vizsgálják, igen. Igen, ez a TBC oltás, ugye a TBC elleni oltás. BCG. TBC, aha. BCG. Ja, és ha az van, akkor nagyobb esélyed van arra, hogy... Akkor nagyobb esélyed van arra, hogy emlékszik vagy. Még a szervezeted, és lesz valami immunválaszod erre a vírusra. Igen, ezt vizsgálják, hogy ez elvileg, ez van-e összefüggés a között, hogy a keleti országokban, ahol az oltás ez kötelező, ott jobb a halálozási arány. De hogy ez most ez igazolva lett-e, vagy ezt még csak vizsgálják, ezt nem tudom. De ez már sok ilyen olvasható volt, igen, hogy ezeket nézik. Azt mondja, Jani, a csomagolás még rajta van a futógépen? Kérdezi valaki. Lehet, hogy egyébként. Mindig az a fura, tudod, mindig be kell olajoznunk a cipőjének a talpát, és csak úgy tud rajta futni. Tehát lehet, hogy akkor még rajta van a nylon.
Rajta van a helyen. Rajta tartotok, mert tudjátok, így a garancia. Igen, ti nem vagytok azért azok a nagy kicsomagolósok. Hát legyen minden úgy, ahogy. Tehát, hogy hát nem, mert... Na, hát azért... Persze, nem, mit szórakozunk, érted? Emiatt a 10-12 év miatt, amik használjuk, hanem na. Igen. Igen. Na és hogy sikerült tegnap az élőzés? Sajnos nem tudtam hallgatni, mert Mélelit Kánelónit sütöttem, és az nagy odafigyelést igényelt. Vagyunk mi együtt eleget ahhoz, hogy most még levélest tegyél és megnézni. Ezt tökéletesen megértem, hogy, ezt nem tettétek meg. Tehát ezt én se tettem volna meg ellenkező esetben. Itt ülünk napi 4 órát, hogy még este is nézzétek. Ezért jó vagyunk volt. Mi csapat, mert ugyanúgy állunk hozzá. Komolyabb hangvételű volt, nagyon el kellett bújnom, mert azért két gyerekkel ez nem könnyű. Tehát nálunk én nem úgy élőzöm, hogy fogom a kezembe a telefont, és akkor megyek, és ott a gyerek, ott a Viki, látszik a ház, tehát ezt így annyira nem. Úgyhogy csendesen beültem ebbe a kis rögtönző stúdióba, amit most is láttok, kevesebb egy ruhával. Egy szennyes kosárba. Félmeztelenül nyomtad? Most kevesebb nem, ruhába? Nem, most is van rajtam póló. Most látom, kulturálódom. Igen, egyre jobb. És de hát az nem is látszik. Úgy lenyomtam, jó volt, kicsit ilyen komolyabb hangvétel volt. Nem annyira az én világom ez az élőzés, megmondom őszintén. Szóval, hogy ez szerintem ilyen hiánypótó egy kicsit, csak ugye most megkértek, hogy nekünk ugye itt van a rádió, azért itt 4 órában elmondod, amit szeretnél, meg dumálsz, meg van interakció. Úgyhogy ez akkor jó szerintem, ha nincs lehetőséged arra, hogy máshogy elmondj dolgokat. Igen. Én ezért nem is élőzök sokat. Ja, ezt most csak így beugnak. De nagyon... szerettem, meg jó van. Csak kicsit, ha komolyabb hangvételű lett. És akkor jönnek ilyen kérdések a faladra? Nagyon sok kérdés. Jön kérdés a faladra, azt látod, de ha aha. Nem válaszolod meg, akkor elmegy, és akkor oda visszatekered a kérdés. Gitározod az öcsémnek a Enter Sandment? Volt ilyen is, igen, hogy gitározom valahol. Igen. Jó, ezt hagyjuk most már végre gitározni. Mikor lesz önálló koncerted? Egyszerre zongorán és gitárom. Ha komoly vagy, túl komoly vagy, lazítasz, beszél valami komoly dologról, egyszerre 400 kérdés. Tehát, hogy egyébként jó volt. Jó volt, de azt hiszem, egy órát nyomtam. Csak úgy elveszted az időérzékedet, mert ugye a Facebook nem mutatja, hogy mióta nyomod. És most mióta nyomom, gyerekek? Fél órája, 40 perc, egy órája, merül a telefonom, nem merül. Nyomjam még, ne nyomjam, legyen vége. Valaki rám szól, hogy hagyjam abba. Úgyhogy aztán abba hagytam. Az első 20 perc még próbáltad rávenni a Zsült, hogy állítson a hangon? Nem, itt vagy, nem. Hol a franc vagy? Zsült, itt való. Ez egy Facebook kérdés, nincs a Zsült. Ja. Úgyhogy egyébként jó lett. 10 000-en voltunk körülbelül, szerintem nem egy rossz szám, és akkor ilyen nagyon 8. Jó. Az jó? Hát szerintem jó, persze. De este 7-es... Master, nem kérdeztem meg a mestert, hogy mondjon volna valamit erre, hogy ez jó szám, nem jó hát szám. Hát meg tudod azért azt, ne felejtsd el, hogy te például nem csináltad meg azt, mint amit ilyenkor megszoktak, hogy már 2 nappal előtte az Instán, meg a Facebookon rövidbe, hogy itt leszek, ja, óránként érted, hogy egy rövid élő, hogy már csak 5 óra is ott vagyok. Kis igen, képek, már csak 4 óra, na. Már csak 3 és fél, már csak 2. Úristen, már csak, igen. Már csak, igen. Már csak 20 perc, mindjárt itt vagyok. Most kezdek. Megvárom, amikor összegyűltök, még egy kicsit várunk, de még egy kicsit várunk. Jó? Most már mindjárt? De már tényleg mindjárt kezdjük. Jó, mindjárt megvan a szám. Szóval ennek egy rendszere azért. Igen, lehet, hogy ő látta, hogy most már csak egy új internet előfizetés kellene, hát néha fagyott egy kicsit a netem. És akkor kiírta, hogy internet kapcsolat szünetel. És igen. Akkor nekezdve most láttok, most akkor mi halott? Haló? Nem halottok? Itt vagytok még? Nem tudom, ez mitől függött, lehet, hogy Viki lent elindított valamit. Vagy nem, képzeld el, az van, hogy országszerte térbelget a net, amiatt, hogy hát. annyian mennek rá, ugye, hogy mindenki otthon van, mindenki keresi a híreket, a televízió műsorra, hát, hogy is mondjam, vannak problémák, mindenki filmeket tölt le, hogy sajnos ez most már az elkövetkezendő időszakban, ez elő-elő fordul, hogy belassul majd a internet. Uh-huh. Bizony. Sokan vagyunk rá. Mert annyian neteznek? Igen, hogy egyébként is sokan vagyunk, de ugye nem volt ennyire jellemző. Most mindenki az interneten keresztül akar megokosodni, interneten keresztül keres receptet, interneten keresztül jogázik, interneten keresztül tanulnak a gyerekek, hát, és egyszerűen túlterhel. Kérdezi meg. Hát sokkal. Nem tudom, hogy nektek feltűnt-e, de hogy kicsit átmentünk ilyen Google-ba. Tehát, hogy olyan dolgokat is megkérdeznek. Én értem egyébként alapvetően, és ez tényleg nem egy barátságtalan visszajelzés a részemről, hogy légy szíves, ne kérdezzetek már meg mindent. Tehát, hogy így, hogy ezt hol lehet kapni, ezt mi, ez ott szerinted... Ja, hát ez csak téged és így ez már picit sok, tehát, hogy így... Na, de ez azért van, mert elkapattad őket, mert mindenre elkezdesz válaszolni. Tehát, az unoköcsének most válaszolni, akkor átmegy. Neked tök rövid idő alatt megvan, neked semmiség, küldjél már légy szíves egy videóüzenetet, légy szíves egy képet, amin van egy tábla a kezedben, hogy Józsinak
a boldog 39. A feleségem testvérének az öccse, most fog házasodni, Léci, nagyon nagy rajongótok. Nem tudok már ezekre sajnos mindegyikre válaszolni. Ezt minden szeretettemmel, empátiámmal és türelmemmel mondom. Nem. Hát ezt nem is vártál a kezetektől tőled se senki. Ti honnan vesztek élesztőt? A boltból. Igen. Igen. Hogy kötött be a cipőfűződet csomóval, vagy... Igen, ezt te vagy, Jani, ezt te szabadítottad magad. Igen, elszabadítottam. Igen, én oldalamon nincs ilyen. Vagy kiszabadítottam a palackból ezt a szellemet. Egy részükre még tudok válaszolni, nagy részükre nem, ezért mindenkitől elnézést kérek. Egy üzenetben. Csak az a baj, tudod, hogy egyébként te ilyen kis grafomán csávó vagy így az interneten, ami nem baj, csak azt gondolják, hogy amikor egy olyan téma van, ami mondjuk téged is érdekel, és szívesen beszélgetsz róla a kommentekben, az az összes többi témára is, például hol lehet élesztőt kapni, arra is vonatkozik. Uh-huh. Sokszor mutatja nekem azt, hogy nektek is elküldi egyébként a kérdést a kedves hallgató, és aztán idő után ti eltűntök. Tehát, hogy már ti nem vagytok rajta, hanem csak nekem jönnek az üzenetek, hát mivel válaszolok neki, de hogy tudod. És amúgy hogy telik, tudod? És akkor, na, hát, szoktam általában igen. Befejezni. Na minden gyerekek, egyébként minden rendben, minden oké, okay, mindenki. Minden rendben. Olyan jó idő volt tegnap, sporttevékenységet kellett folytassunk, ugye a gyerekeknek van tesi óra beírva, nagyon igen. Rendesen. Hát vagy az van, hogy ő mosogass el, segíts a szüleidnek, ugye ezt lepattintják a gyerekeim azzal, hogy ez nyilván nem testnevelés. Ez nyilván nem testnevelés, de azért ügyeskednek ilyen mosogatás meg ilyesmibe, úgyhogy mi bringáztunk, igen, lehet megint, hogy maradjunk otthon, de csak... Ne, ezt már figyeljétek, ezt tisztáztuk, tehát hogy az, ahogy te bringázol, meg az, ahogy te futsz, úgy is lesz az, mindig helyi hülye, azzal tudod. Semmi gond nincsen, tehát hogyha betartod azokat a kötelmeket, amiket veled szemben a magyar kormány megfogalmazott, a kiállási korlátozás passzusaiban, akkor veled semmi gond nincsen. Nem ezzel van a gond, úgyhogy bárki bármit mondhat, érted? Értelmezni kell tudni ezeket a sorokat. Na, ennyit akartam mondani. Uff, parancsolj. Köszönöm, János. Na nem, ennyi, mi is csak elmentünk, bicikliztünk egyet. Vörösmarty Mihály szülőházát megtekintettük, gyönyörűen felújítják, képzeljétek el. Nyilván egy ország mondja most, hogy ú, de jó, végre mehetünk majd Vörösmartyhoz. A szülőházához kim van Kápolnásnyék mellett, még nem is voltunk. Igazából csak mondom, nem szoktunk arra bringázni, menjünk el. És ilyen tök jó kis utakon el lehet menni. Gyönyörű felújítás van, ott még dolgoznak az építőiparban, ami aztán állítólag már mindjárt betérdel, az is, most olvastam a híreket róla. Azt néztük meg, kicsit tekergettünk. Na. Egyet vissza. Akkor lenne felháborodás, hogyha azt mondtad volna, hogy a Petőfi Sándor szülőházát néztétek. Igen, nem. Kicsit elhettetek bringázni. Petőfi nyughelyét. Igen. volt egy, tegnap egy Barbuzin oda-vissza. Igen, vagy Segesvár oda-vissza. Akkor vagy Jedi. Igen, próbálkozunk, keresgélünk, mik azok a helyi programok, amit még meg lehet csinálni. Tök jó. Ilyeneket. Mi van hát az zongorázással? Halló? Ja, tényleg. Bocsánat. Figyelj, semmi. Tehát, nem volt időm tegnap, mert tanulni kellett a gyerekkel, aztán mi is elmentünk egy kicsit biciklizni. Családi bringázás, aztán hazajövünk, este még volt ez az élő, úgyhogy hát majd így utolérem magam, de tényleg annyira elfoglalt vagyok, vagy annyi minden van mindig, hogy egyszerűen így nem. Most erre nem jutott idő. De nem adom fel, tehát hogy már be van állítva. Az jó. Zongora, ott van a kis kotatartó, várja az első Mozart órát. Mozart kép a falon, a Liszt paróka ott van, bekészítve, hogy felvegyem. Igen, Lisztből van elég. Lisztből van elég, úgyhogy a parókát meg tudom csinálni. Fejvakarom van, hogyha viszket a paróka. Nagyon jó, igen, a risportot. Úgyhogy lesz szerintem, abszolút, nyomjuk. Hát most egy kicsi szünet, és aztán majd csak mindig azért tanulni kell, meg mit tudom én, sok minden van, amit így csinálunk. Projekt szinten a gyerekekkel délelőtt online óráznak, úgyhogy majd ezeket a délelőttöket fogom kiütni, amikor a Beni tanul. A Noel meg ugye játszik, meg nem tudom mit csinálni, akkor, mert a Beni már tanul egyedül, ugye ilyen online órákon, oda nem kellek, csak a leckéhez, és akkor majd beizítom ezt a történetet. Meg rádugsz egy fejhallgatót, és akkor nem zavarsz vele senkit. Madarok ja, az a legkevesebb, persze, igen. Csak akkor, amikor elmegyek futni, akkor az elmegy az ember bringázni, akkor kicsit intézi az ügyeket. Kerekeket nem tudsz rá szerelni, és akkor itt tolod a múrt magad előtt. Azt szerintem az menő lenne. Hát vagy vegyél egy ilyen ízét citromos nápolyt, mint a kisberkesnek volt az első emeletben, tudod, igen, a nyakbalkasztatósat. És akkor futsz közben. Szinti. Fölzenéle, mint a környéket. Egy alig használt, biztosan a kisberkesnek, nem? Igen.
Azt mondja, jó reggel, Györfi Pál gyerekverziós videóját láttátok, egy szenzációs. Puszi Györfi, Györgyi, nem, küldjétek át Viberen, és akkor megnézzük, én még nem láttam. A Dombi is YouTube-on live-ol, 500 ezer gyűjtött és ajánlott föl, a Mogács meg játékok a Steam-en, mindenki live-ol. Küldte nekünk valaki SMS-ben. A csehek is enyhítenek lassan, írja nekünk, igen, Anna, vagy Viki, nem tudom. Mit szóltok Boris Johnsonhoz? Szegényként már intenzíven van. Hát, ez nagyon kemény. Fura dolog ez, ugye, mert ő sokáig tartotta magát ahhoz, amihez a svédek, hogy hagyjuk, ezt átmegy rajtunk, mindenki meggyógyul, nem lesz itt semmi baj, és aztán mire észbe kaptak, addigra ez már elég késő volt, és többek között ugye ő is elkapta. Ez ilyen fura tréfája, idézőjelesen sorsnak, mondom, ugye, a tréfát, igen, hogy sokáig mondod egy állam vezetőjeként, egy ország vezetőjeként, hogy hagyjuk a francba, az egész gyerekek keresztül megy, és akkor egyszer csak ott fekszel egy kórházba egy lélegeztetőgépen. Hát igen, ez egy ilyen jó kis csavar benne. Igen. Nehéz visszajönni, hát egészségileg reméljük, hogy visszajön. Úgy legyen. Vissza, hát azért biztos sokan vigyáznak rá. Azért mégiscsak most... Hát önmagában, tehát, hogy sajnos az a baj, hogy ez nem feltett, persze ez is nagyon sokat számít, de azért nem tudjuk, hogy milyen egészségi állapotban volt, azért sok híres emberről, meg celebritásról lehet hallani, meg az ő hozzátartozóikról, hogy koruknál fogva, vagy egészségi állapotoknál fogva hiába kerülnek egy nagyon jó kórházba, hiába kerülnek marha jó ellátást, kapnak marha jó ellátást, nem élik túl. Tehát, hogy azért vannak ilyenek is, sajnos, lehet bőven énekről olvasni. Igen. Úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen állapotban van. Korábban láttam róla ilyen sportos videókat, hát az alapján Isten irgalmazzon neki. Igen, nem annyira sportos, nem? Hát gondolom, hogy a politizálás mellett nincs annyi ideje. Azért így a testedzése. Gondolom én, hogy... De hát biztos, hogy jó kezekben van. Na jó van, gyerekek, hát akkor elkezdjük a mai reggelt, jó? Indítjuk az órát, jönnek a hírek, a reklám, minden érkezik, aztán pedig mit csinálunk? Hát aztán jövünk a játékkal. Úgyhogy lehet jelentkezni a játékra. Jó, ha játszanátok velünk, írjatok nekünk, mi a helyzet, küldjetek nyugodtan koronamentes híreket is, kivel mi történik, hogy vagytok, hogy írjátok a bezártságot, írjatok nekünk. Jó, mi pedig jövünk mindjárt fél hét van, pontosan itt vagyunk a hírek után. Itt vagyunk, 3-7 lesz, pontosan egy perc, válom mindenkinek, jó reggelt. Tegnap 22-kor ismételték a COVID-19-et. Láttátok? Nem. Ez egy hallgató. Nem láttuk, én legalábbis nem néztem. Mondom, hogy felveszük, ez a Discovery-n van, ugye? Igen. Igen. De akármilyen fura is egyébként, hogy nem tudunk minden cikket elolvasni, meg minden videót. Nem, tegnap beszéltünk erről műsorban, hogy megnézzük ezt a Discovery történetet, és azért kérdezi szerintem a hallgató, hogy láttuk-e, de én el is felejtettem, megmondom őszintén, meg este kidőltem a lurkókkal. Úgyhogy én kanelonit sütöttem, Feri pedig bujkált a nagy nyilvánosság elől a kertek alatt biciklizve, kivilágítatlan. Csendesen halkan elhussantam. Igen. Jó, az sötétben úszott, mint hanyistó. Egy nádszállal a számba. Igen, aztán pedig egy törpe harcsával a fogait között felmerültél egy stég mellett. Mi van most a halakkal, azt meg lehet enni, ha kifogsz valamit, vagy már az is vírusos, vagy... Ez olyan, mint hogyha valaki kérdezne volna felé, ne haragudj, hogy ilyenek szoktak lenni egyébként. Tudod, a reggel a telefonon. Tőlem kérdezték itt a horgásztársak, hogy mert hogy mi van, ha elkapta, érted? Aha. A kárász. Hát, és akkor tehát, hogy akkor egy kicsit így megforgatod egy kis paprikás lisztbe, beledobod egy kis forró olajba, és akkor még utána is? Aha. Hát, jó kérdés. Ugye? Én azért kétszer is megsóznám előtte. Én szerintem nyugodtan, de volt kapás, fogtatok valamit? Nem voltunk horgászni tegnap. Nem voltatok? Nem, most kihagytuk. Nem? Majd online leckék nem lehet minden nap, érte, nem lehet minden nap elszórakozni. Meg be kell osztani. Hát persze. Horgászás szerda, péntek. Kerékpározás kett csütörtök. Így. Minden napra kell valamit adni a gyereknek. Igen. És egyébként meg is szoktátok, visszadobáljátok, vagy volt már vissza. Rá hogy... De ja, megcsinált, tavaly csináltunk, kíváncsiak voltak, hogy milyen az a saját... Bejött nekik? Zsákmánynak a megsütése, nem. Nem jött be nekik? Nem volt jó. De nagyon jó volt, csak nem szerették olyan. Mert nagyon... érzelmileg kötöttek az áldozatukhoz. Igen, a szindróma. A szeretet.
Na jó van, gyerekek, hát akkor nézzük meg, hogy kivel játszunk ma reggel. Jó, ki indítja be nekünk ezt a reggelt. Nóri itt van velünk. Hello, Nóri, jó reggel, ciao. Mondja, Gyulcikém, hallottalak ám téged. Egy pillanat. Ja, ugye egy pillanat, még korán van egy kép. Igen. Get. Vigyázz, szia, jó reggelt! Hello! Ország bármely pontján megjelent. Igen. Úgyhogy vigyázzál a horgászatokat. Igen, de ez kárás volt. Nóri, szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Sziasztok, hogy vagytok, fiúk? Jól, a körülményekhez képest jól, köszönjük a kérdésedet. Hát te? Én is a körülményekhez jól, köszönöm szépen. Karanténban? Most készülök munkába. Én járok dolgozni. Ja, akkor te jársz. Ja, jársz. Igen. És hova, hol dolgozol? Én Budapesten dolgozom a 14. kerületben. Uh-huh. És mivel jársz? Tömegközlekedsz, vagy gyalog, vagy bringával, vagy saját autó? Tömegközlekedéssel járok metróval és villamossal. Ó, bátor! Metróval és villamossal. Jó van, Nóri. Van és maszkunk, úgyhogy fel vagyok készülve. Maszka jártok. Aha. Kevesebben vannak? Vagy mit tapasztalsz? Szerintem a kezdetek kezdén sokan kivették a szabadságokat, akkor kevesebben voltak, és most egyre többen szárningóznak vissza, egyre többen vannak, de most, hogy behozták ezt, hogy autóval lehet járni, és ingyenes a parkolás, most megint csökkent a létszáma az utasok között. Igen, aha. Viszont ugye óriási dugó van a városban, pont emiatt. Megmondom őszintén, azt nem tapasztalom, mert csak addig közlekedek, még elmegyek munkába, és hazajövök, amúgy pedig iszom vagyok, nem megyek sehova. Uh-huh. Nagyon ráadásul az ugye régi szép időket idézi, tehát hogy újra dugó van a városban, az kicsit olyan, mintha már túl lennénk az egészen. Akkor igen, most az ingyenes parkolás. Hogy az M0-án megint nem lehet megmozdulni. Na, onnantól kezdve jók vagyunk. Onnantól kezdve tudod, hogy végre, igen, Isten hozott. Isten hozott meg újra a régi világban. Na jó, van, ki játszanál, Nórikám? Én a Ferivel szeretnék játszani. Ferivel játszani. Nagyszerű választás. Ja, én megyek, itt vagyok. Igen, üzlésed van, mondta Ferenc. Igen. Nagyon jó. Jól elhúztunk, Nóri, úgyhogy ha kell a pont már, hogy nektek, mert hogy azért nagyon elmentünk. Hát most egy jó 11 ponttal elhúztunk egy kicsit. Hát remélem, hogy elég jól leszek, és szerzek egy pontot a másik oldalra. Úgy legyen. Nagyon helyes. No, ha mehetünk? Persze. Na. Akkor, Jani? 3, 2, 1, fire! Akkor az lenne a legegyszerűbb, ha veszítenék, ugye? Nóri. Jó lenne, viszont szeretnélek kérdezni a medvehagymás receptről, hogy csak fogácsába szoktad belesütni. Nagyon csináltam szeretem. Belőle pesztót is. Medvehagyma pesztó. És hogy készítetted? Kiváltod az egyéb alkatrészeket másokkal, például díjót teszel bele, de az olívaolaj az megmarad. Szereted? Igen, nagyon szeretem, és a szűrt, vagy a szűrt. Meg is vagyok, édesére. Aj, basszus, kúr. De jó, megjúltad, hogy nehogy véletlenül elsik. Ráadásul így ki, ahogy Jani mondja, ki is emelte. Igen. Igen, nagyon szeretem. Nóri. Sokszor meglepődöm, mikor mondják a játékosok, hogy már izgulnak a játék, vagy mindig mondtam, hogy úristen, hát mit kell izgulni, és én is nagyon izgulok rendesen, rend meg a kezem, meg a lábam. Nem könnyű. Hát nem könnyű, receptekről úgy. Pedig órákat tudtunk volna beszélgetni. Pont ezért gondolkoztam, hogy milyen témát hozzak fel, mikor felhívtak, aztán mondom, hát ez jó téma, ezt majd elbeszélgetünk. Hát sajnos elvéreztem. Igen, hát elbeszélgettünk egy darabig. Igen, egy jó. Darabig. Azért köszönöm a játékok, fiúk, és vigyázzatok magatokra. Nóri, mi köszönjük, hogy csörögtél meg, hogy játszottál. Puszi, vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, ciao. Puszi, sziasztok. Sziasztok. Erről a medvehagymás pesztóról mindig az jut az eszembe, hogy egyszer a Juliéktól kaptunk ajándékban, Mirót csinált mindannyiunknak, ilyen, hát viszonylag kis mennyiségben, ez 2 éve volt, még mindig van belőle. Ezt tőlem kaptad, nem vagy a Mirótól. Tőled volt, tőled, igen, tényleg, igen, már nem igen. Összefolyt, valamiért összekötöttem ezt a Juliékkal, és higgyisd egy kicsit, de még mindig van, most már ne használsz. Egy filmókás kanálat kell belerakni bármibe, de tényleg bármibe, és abban, figyelj, soha nem fog elfogyni, tehát ez a medvehagyma annyira intenzív, hogy majdnem ilyen szarvas gomba szintű. Erős íze van, igen. Igen, húzd fel egy kicsit tejszínnel. Nincs annyi tejszínünk fel, ja. Tehát hogy így... nem kannába veszük a tejszínt, hanem pici apró dobozka. És a medvehagyma leves is nagyon finom egyébként, de az bizony. Is brutál. Tehát, hogy megeszel egy tányérra belőle, és egy hónapig nem akarsz utána medvehagymát tenni. És mindig tehát... elmondják, hogy pedig most van a szezonja, most egyéb belőle, igen. Mert aztán nem lesz. Na. Egyszer betolod, és ki van lőve, nem?
Tehát olyan intenzív a történet. Na jól van, oké, azt nézem, hogy van egy közlekedés hírunk, de egyelőre nyugi van, csend van, békesség van, úgyhogy minden rendben. Azt mondja, hogy igen, nem, se, de, yeah, nem. Hát egy van. Ja. Árokba egy hajtott egy gépkocsi a 37-es főúton Szerencs térségében, a 31-es kilométernél. Ennyi. De valójában egyelőre csend, béke és nyugalom. Időjárás szempontjából hogy állunk? Jó idő lesz, marad a jó idő. Nyár lesz. Nagyon jó nyár idő. Lesz. 22 fok az ilyen simán elérhető. Napsütés, a hétvégén lesz egy pici felhő, de marad ugyanez a 22-25 fok. Úgyhogy nagyon, nagyon jó. 22, nagyon jól hangzik. És ez egész héten? Igen. Igen. Meg még a jövő héten már egy kis csökkenés igen. van, de az se vészes. A jövő hét elejére már mond elviekben egy kis esőt, úgyhogy annak nagyon fogunk örülni. Mert mi rúgjuk aha. itt a port rendesen. Mert hogy hétfőn essen nem tudunk locsolkodni az esőbe. Tényleg. Jó van, gyerekek. Na, hát akkor tessék írni, ha valami történik. Jó? A városban, ha van friss közlekedési híretek, vagy ha látok valamit, vagy ha éreztek valamit, vagy esetleg koronavírusmentes híreitek vannak, akkor azért azt is nyugodtan küldjétek el nekünk. Jó? Nem könnyű az ilyet találni. Szóval olyan szinten uralja a híreket, a hírportálokat, a bulvár híreket. Mindenki erre reagál, reflektál az otthonában. A Facebook csatornáján, az Instagramján videókat készít, erről beszél, hogy úgy kell vadászni azokat a híreket, amik nem erről szólnak. Nem? Igen. Ami valahol érthető, de tényleg mi is mindenkinek azt ajánljuk, ahogy magunk is szoktunk vele élni, ahogy én is álmodom, hogy tegnap például egyáltalán nem foglalkoztam ilyesmivel, mert megcsömörlöttem tőle, hogy ez a kis detox, ilyen kis hírdetox ebben a témában elsősorban. Ez így azért nem árt egyszer. Persze, nyilván nem tudunk a valóságtól elszakadni, mert ebben élünk, ebben vagyunk mindannyian, de hogy néha azért nem árt. Te nézd meg ki az ablakon, Jani, hogy Móni leesett a futógépről, mert megszűnt a nyikorgás. Megszűnt a csipogás, mi van? Nehogy baj legyen. A futógép maga alá, most már kitöréseket csinál, és ugyan recseg egy kicsit a térdel, de az már nem hallatszik. Az már nem hallatszik föl, jó. Csak vége a szetnek, de nincs baj. Ne a kalappal, hogy ő ilyen korán edd azért már. Azért ez... Minden nap hetente 6-szor. Nagyon jó, az támogatjuk a heti 6 edzést, én ezt a 6 órát nem értem. Szóval, hogy azt gondolom, hogyha nekem nem kép, ugye... Hát oké, csak hogy mindannyian szerintem elmondhatjuk, hogyha nem kéne fölkeljünk, azért nem ébrednénk föl 5:30-kor, ugye? Azért, hogy nem. Minden reggel ott edzél. Azért igen, de hogy ő hétvégén is? Tehát ugye ezt aha. nyomja hétvégén is? Igen, tényleg? Vasárnap van pihenő napja. Hm. És hétvégén is föl kell 5-kor, és akkor fut? Nem, mondom, hogy akkor van vasárnap van a... Ja, de szombaton igen, szombaton föl kell. Szombaton igen. Vasárnap nem. Jaj, becsülendő. Bár látszadni is rajta. Ja, de látszik, nagyon csinál. Ahogy te dicsérsz. 6 perc van pontosan, 7 óra, itt vagyunk mindjárt. Senki nem menjen sehova, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Jaj, szevasztok, jó reggelt mindenkinek! Sziasztok, jó reggelt! 4:08 lesz, 5 perc múlva eltűnt. Eltűnt, vagy gyakorol, vagy elment WC-re. Igen. Melyiket? Nem hallottad? Nem. De, ja, nem most igen. Ne csináljátok ezt velem. Megszórakozzatok, ha úgy megijedtem. Ja, nem gondolom. Új, de gondolom. Olyan rossz, mikor beszélek, és az van, hogy azt hallom, hogy nem hallottok. És ránézek a netre, folyamatos a kapcsolat, fönn vagyok, Discordon, mindent látok, hallok, és nem vagytok sehol. Ne haragudj, úgy biztos mi hibáztunk. Nem tudom, de már tegnap a live-om közben is egy kiki maradt az internet, nem tudom, mi lehet a baj. Egyébként nálam például most János tűnt el, úgy, ahogy van. Nem, itt vagyok pedig. Igen. Kameraképemben nem látszol. Én is az ácsolatot látom a szobát tetején, Jani. Igen? Ez jó. Indítsd újra, mert én meg viszont semmi, tök feketét. M3-as Miskolc felé 76-os kavicsnál baleset, mikrobusz az áróban, Norbi küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy olyan koncerthiányom van, hogyha már Zsülike koncertet adna, akkor az első lennek, aki elmegy rá, és az elsősorban csápolni. Zsolti küldte nekünk. A mi Zsülikénk vagy Fásék? Fásé. A mi Zsülikénk, én ott lennék az első sorban. Tegnap beszélgettem a kerítésen keresztül a szegedi napfénykűrős birkákkal biciklizés közben, és tényleg válaszolnak. Én, be, birkák, be. És így tovább Zsolti küldte nekünk. Ugye? Nálad is nagy a baj, Zsolti. Ő megállt. Alacsonyabb lett az inger küszöb, sok minden átfér már felettem. Ő megállt beszélgetni a birkákkal. Ugye tegnap adtunk írt azokról a szegedi birkákról, akik a napfénykűrőn legelik a füvet. Olcsó, igen. Jó, megeszi a füvet. Összetakarítanak utánuk, és megvan a megoldás.
Hát most a fürdőknek a legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy füvet nyírjanak meg. Kinyírja a füvet, érted? Tehát olyan bevételkiesésük van nekik is, hogy így azért így van. Most birkákat is kell etetni. Hát az eszi a füvet, arra nem kell külön költeni. Hát pont ezt mondom szó szerint, tehát ja, a birkákat kell is kell etetni, tehát aha, hogy a fürdőnek meg nem kell plusz költség, úgyhogy mindenki jól jár. Megvagyunk, így összeraktam, köszönöm. A birka is jól lakik, és a fürdő is. Fürdő is megmarad. Igen. Boldog garázskapuna volt, Herman küldte, köszönjük szépen, nagyon jó az üzenet, mert hogy Herman napja van, akkor van. Boldog garázskapuk napot. Kívánom. Jó, de jó. Herman. Herman úr. Igen. Na várjatok, mert most meg én is eltűntem. Én nem tudom, figyeljetek, annyian neteznek, hogy egyszerűen baromi nehéz így felcsatlakozni. A családodban? Nem, mondjuk a családban még mindenki alszik szerintem. Hát szólj ki az ablakon, hogy takarodjatok a netemtől. Én mondtam vagy már, vagy hogy valaki... menj ki, mindig reggel szépen menj ki a kapuhoz, menj ki, nézd jobbra, nézd balra, azt hajtsa el mindenkit, aki ott Google, tényleg, melyik egy laptoppal ott ücsörök a kapunak az aljába, ők már megszerezték a wifi kódodat. Egy kis manó lehet, hogy itt ül egy laptoppal a kezében, és lopja tőlem a kódot. Na most megjöttél. Alakulsz? Alakulok, és most Jani is megjött, gyerekek. Látjátok, hogy így hullámzik a történet. Mikor adunk élőd? Nagyon sokan kérdezik. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e oldani. Mi mindent meg tudunk oldani. Az, mondjuk ez igaz, kiváló kollégáink megoldják. Nem, egyszer kéne valami ilyet csinálni. Tehát, hogy egy élő adást megint letolunk úgy, mint ahogy a múltkor, amikor megvolt ennek a fő próbája. Igen, csak most ebbe az osztott hármas képernyőbe úgy, hogy nem tudsz elmenni, mert ugye most fixek a mikrofonok, meg a fejhallgatók, tehát nem úgy van, mint a múltkor, amikor ilyen rádiós cuccunk volt. Nem tudom, hogy ebben mekkora Jedi van. Aki a kicsit nem becsüli a 4K-t, nem érdemli. Mondjuk ez igaz. Ilyen a betárcsázós. Lehet, hát most ezt a képet kiadhatjuk, hogy itt hárman üldögélünk. Igen, az a baj, hogy most úgy vagyunk berendezkedve, hogy ilyen fixre vagyunk. Fixre vagyunk rendezve, így azért egy picit nehezebb, igen. Azt mondja, de kitaláljuk, valamikor adhatunk, csak akkor át kell rakni a közlekedő összetet, hogy akkor tudjunk valamit mutatni. Azt mondja, hogy Bali netével felejtős. Ráadásul, igen, na most képzeld el. Egy mobilnettel kimehetnék mondjuk az erdőbe, és akkor onnan élőzhetnék? Ki? Persze. Megnézni, csak a hátadra kéne a számítógépet szerelni, meg a kis modem a hónod alatt lenne, fognád a mikrofonálványt a bal kezedbe, és a jobb kezedbe az telefonon élőzni. Ilyen egy ilyen mobil szettem. Egy ilyen hátizsákba belepakolni mindent lehetne, nem működik. Tök nagy lenne. Egy jó kis naplementét meg, napfelkeltét, bocsánat. Akkor korábban kéne a naplementét. Kimenni, és akkor onnan egyet. Inkább egy jó kis kitelepülés, de egyébként tényleg az kellene. Egy jó kis kitelepülés. Egy karantén kitelepülés? Tehát kivinnénk az üvegstúdiót, és le lenne választva három ilyen fak benne üvegfallal, és abba ülnénk. És nagyon szellősen állnának a hallgatók is, mert ilyen 2 méterekre egymástól. Szigorúan, szájmaszkban. Igen, nem, én arra gondolok, hogy már egy ilyen vírusmentes kitelepülés. Arra nagyon sokan gondolnak. Igen, hát ez május lett volna. Az május lett volna, de hát az most... Hagyományosan. Úgy néz ki, hogy az elmarad, igen. Na, azt nézem, hogy van egy közlekedési hírünk, itt van, Mohosi pihenő után egy kamion átszakította a szalagkorlátot, teljes útzár, Nyírbátor, Baktól-Orrendháza lehajtott a Budapest felé. M3-as Miskolc felé 76-os kavicsnál esett mikrobusz árokban, ezt pedig Norvi írta. Jó, úgyhogy ha van friss, akkor lehetőleg küldjetek el nekünk. Tudjuk, hogy nincsenek annyian úton, de azért hát találtok, vagy tapasztaltok valamit, és akkor tudunk róla beszélni. Azt láttátok, hogy most az a trend így vírus idején, hogy külföldi hírességek, akik rohadtul unatkoznak valószínűleg otthon, és nem tudnak mit csinálni, azok két házön, Ashton Kutcher, Sarapova is kiírják a saját számukat, hogy lehet nekik üzenni. Kirakja a saját telefonszámát? Igen. Óriási, és akkor oda... Telefonszámukat, hogy aztán azzal a számmal mit csinálnak, azt nem tudom, mert az valószínűleg utána kuka. Persze, biztos, hogy a nem... A saját számuk, igen. Aha. Igen, tehát, hogy... Ami ott van mindig a fejük mellett, és csörök, hogyha esetleg van valami probléma a családban, akkor anyu is azt a számot hívja. Nyilván. Nem, én azon gondolkoztam, hogy ugye a hazai hírességek, a hazai celebek, azok mindig átveszik ezeket, amiket a külföldiek csinálnak, hogy ki lesz az első. Szerintem azok, előzd meg, mondd be a kaszaszámát most. Persze, így előzd meg, mondd be a kaszaszámát most. Minden ment Tibi az első, tehát...
Mert azt látom, hogy a hazánk celebé, és azért, hát, hogy is mondjam, csak egyrészt tombol bennük az exhibicionizmus, kettő azért nehezen bírják a karantét. Van, aki ugye táncol, van, aki kergetőzik a gyerekkel, van, aki a párjával kis videókat csinál TikTokra, meg mindenhova. Van, aki énekel, van, aki különböző kihívásokkal kúszik, mászik a padlón, és teljesít különböző kihívásokat. Így műsor előtt szoktam átpörgetni az Instát, és ott földob ugye a kereső mindig olyan embereket, akiket ismersz, vagy ismerhetsz. És hát látom azért, hogy komoly a szenvedés, ami történik a tartalomgyártás terén. Tehát, hogy így mindenki nagyon erőlködik, hogy szeretne valami nagyon jót, nagyon vicceset, nagyon egyedit előállítani, és ebből csúszunk bele ilyen kínos, meg számomra elég vicces pillanatokban. De hát ez nem baj, szóval mindenki úgy él túl, ahogy akar, meg ahogy tud. De mondom, láttam földön hogy mondják ezt? Hempergő. Hempergőket. Láttam a féregmászásosra gondolsz? Igen. Aha, igen, hát az valamilyen kihívás most, ami terjed ugye a celebek között, hogy ilyen hernyómászásba kell végigmenni a padlón. De láttam egy csomó embertől, hogy kihívást teljesítve, hogy egymást hívják ki. Akkor van, aki kergetőzik a gyerekkel, kanapére ugrik, fejre áll. Van, aki táncol, nyomja ezt a lábösszérintős táncot, van, aki főz, van, aki énekel. Szóval igen. Nagyon sokfajta. Nagyon sokfajta tartalom készül. A főzéseknél egy olyat indíthatna már valaki, amikor smink nélkül, nem teljes nagy estéiben. Na, azt nem tudom, figyeltétek-e. Tehát most nagyon sokan elkezdtek főzni, tehát a bálba nem mész úgy. Picit túlöltözik a lecsót. Igen, és szexid így be van állva. Tehát úgy kevered a rántottát, vagy a lecsót, vagy nem tudom már mit csináltak. Kisasszony, hogy olyan nincs. Mindenki ilyen stálkonyháját akar belőle csinálni, pedig az emberek nagy része szerintem egyszerűen csak tényleg arra lenne kíváncsi, hogy elveszített a kis zománcozott, vagy zománca vesztett lábost, azt csinál egy tojásos lecsót. Igen, és ráadásul, hogy te is megcsinálod, tök jó, ugyanazt tetted, mint a celebina, de hát ez a része, ez nehezen megy. De figyelj, te mit kérdeznél például Sarapovától, vagy mitén ki volt, még kit mondtál? Eston Kutcher. De várj, tehát ez úgy néz ki, hogy akkor fölrakja a számát, és akkor te fölhívod. Hát szerintem inkább írni lehet, nem? Vagy most Sarapovának írnak mondjuk 15 ezeren. Mennyi az esélye? Cucolsz még. Kapsz arra választ. Tehát, hogy 15 ezer, és Sarapova bemondja a számát, nem tudom. De no, most miért, ha 15 ezeren fölhívják, abból mennyit tud fölvenni? Hát az ez az, tehát, hogy vagy ül, kap, olvasgatja, aztán este az összegyűlt üzeneteket, hogy nagyon szexi vagy, Sarapova, nagyon szeretlek, kár, hogy visszavonultál, gyere még teniszezni, mi volt a koksz, amit szedhetem-e én is, volt-e bármilyen változás, tehát ugye hát több ezer üzenet érkezik ilyenkor meg, és akkor egyenként leül Eston Kutcher, és ezeket megválaszolja. Az Eston Kutcherről még el is tudnám képzelni valamilyen szinten, mert ők ultra jó fejek a feleségével együtt, tehát mind a ketten halálosan jó arcok. Nagyon szórakoztatók szerintem is. Hát nem tudom, hogy egy Sarapovos mennyire ülne ott le, aztán így válaszolgatna. Kedves Boris. Kedves Szergej. Jegor. Köszönöm, hogy írtál. Nekem az is megvan egyébként, hogy van mögöttük stáb, tehát van 4 ember, na, aki erre folyamatosan írja egyébként a válaszokat, én szerintem simán belefér. De valóban az van, hogy beesik tényleg 15 ezer, ha nem hív. Kutcher fölrakja a számát, hát most ha mi fölraknánk a számunkat, most bemondám a Jani számát, tehát Janinak a maradék haja is kívül. Szerintem próbáljuk ki. Szerintem egy próbát azon megint. Azon dolgozott, hogy honnan szeretsz így karantén idején egy új előfizetést. Hát valószínűleg egyébként ez lenne. Egyébként te ráfeszülnél erre, mert te minden Insta kommentre válaszolsz, tehát az igazi kiszúrás az neked lenne, bemondanám a számodat, és ott ülnél még este 6-kor is. Maradik életem is eltűnne. 26. üzenetre válaszolnál, köszönöm, hogy írtál, nem én direkt raktam fel a számomat, Bari bemondta adásra, köszönöm, igen, itt tudod megvenni a csilis poszátát, meg a csilis tofút, vagy nem, ez nem az a biobolt, ez egy másik biobolt, ott meg tudod venni a hagymás szejtán. Így jó. Van. Nem, téves, itt nincsen pizza fungi. Nem, téves, nem tudok hávet. Nem, nincs kálca. Nem, köszönöm. Nem csinálom kálcón a pizza. Nem, bocsánat, ez nem a nem, ha igazi menő nincs. Vagy, akkor megígéred, hogy mindjárt kivisszük a kálcónét. Ja, tényleg, és gyorsan megcsinálom, és csinálok belőle egy ilyen videót. Nem viszed ki soha. Ja, az a legjobb. De nem, mert hozzám jönnének be a reklamációk is. Ja, az igen, ez is igaz. Nem, mert hogy úgy megnézném, hogy ebből mi a hasznuk. Tehát azon kívül tényleg, hogy mondjuk megírják, hogy Eston Kutcher föltette a számát, tényleg veszi valamelyik híresség a fáradtságot, hogy válaszol? Hogy azt mondják, hogy úristen, mennyire jó fejek. Milyen menő, hogy fölrakott egy telefonszámot. De mennyire emberi, mennyire jó fejek, mennyire együtt élnek. Olyan számot rakok föl, amilyet akarok. Hát akkor bemondok a számot. Senki nem fogja leellenőrizni.
mindig lesz egy olyan ember, azt mondja, hogy na most pont nekem nem tudott válaszolni. És ez a most pont nekem nem tudott válaszolniból van körülbelül 30 ezer, vagy 50 ezer. Okay, senki nem fogja összeállni. Az Ashton Kutcher károsult a klubja, vagy nem tudom mi, tudod. Az na engem jó, se akkor... hívott vissza Ashton Kutcher Facebook csoport. Igen, pedig meg na jó, de akkor van 5 darab, vagy 5 fő, érted, aki viszont örül tökre, hogy neki válaszolt, és akkor azt telekürtöli a netet, hogy az Ashton Kutcher milyen rendes Feri, sávó. Azok, akik ezt így van, akik telekürtölik a netet, azok szintén a stábnak a tagjai. Az a baj, hogyha nem lenne ez a karantén, akkor most szúrópróbaszerűen azt mondom, hogy elkezdem pörgetni a telefonkönyvemet. Amikor felkiáváltok, hogy most, akkor megállok, és ha találok egy hírességet, akkor bemondjuk a számát. Nehet. Ne, hívjuk fel. Én ezt értem, csak az a baj, hogy mindenki olyan ideg állapotban van. És annyira ne, csináljuk borulva, meg, és csináljuk annyira... meg, nagyon jó ötlet. Csináljuk nem, már nem meg. Akarok, de nem akarok senkivel se kis tudni megcsinálni. Úgyis tudom, hogy max egy számcsere. Szerintem már. Az... Úgyis tudom, hogy valakit fel akarsz hívni. Gyorsan, nem akarok, csináljuk nem, úgy, mint hogyha. Jó? De most, hogy följövjük, az most oké, hello, följövtünk, fölébresztetünk. Tehát nem úgy értem, hanem hogyha igazán menő lenne a dolog, és nem lenne ez a túlfeszített ideg állapot, amiben van most mindenki. Akkor aztán figyelj, na tessék, csináljunk egy próbát, nem mondom be a na, számát, na, csak na, hogy jó, hol jó, állt jó, meg. Jó, jó, hol állt meg a telefon. Nézd már, rögtön ki is nyit Kabát Petinél. Hívjuk tessék. Is. Na, azt mondja, hogy kontaktoknál vagyok, tessék. Jó, teker. Kezdjétek el tekerni. Teker. Na, oké, tekerem, lassan tekerem. Most! Abaházi Csabáig tudtam el. Na, persze, ő az első. Ne, hát az Abaházi nálam nem első. Hát hol le az első? Hát az A Tibor. Hát hány telefonszámod van tényleg? Hát nálam A-val van elmentve egy csomó mindenki. Ja, hogy tehát csak egy A betű? Azok A, meg az, meg igen. Tehát, hogy, akit ne vegyél fel. Igen, a Tibor. Tehát nálam egy csomó ilyen van, A pont, és akkor utána jönnek. Na tessék, mondjátok még, az ő számot be tudnám mondani. Na, tessék. Okay. Jó, még mindig A-betűnél vagyok, igen. Mehet. Most! Ja? Jó, most már a B-nél vagyok, Bétót Laci. Mehet, jó, de örül. Bétót örülne, ő olyan jó fej. Szerintem is örülne neki, igen. Ugye? Én is azt érzem az a Bétót. Most én nem akarom kiborítani a celebeket, de ez egyébként így kellene. Tehát jó, csináljuk már egyet. Na tessék, te kell, mondom még akkor. Na oké, mehet. Feri, most te. Jó, tekerek. Most! Fucsovics Marci. Nagyon szereti a Marci is, hogy szereti. És tudod, szerintem valahol is. Nem tudom, edzépen nem tudom, mit csinál a világ melyik tájékában, valószínűleg egyébként szegény ki most ősítom van. És hát porolgatja a trófeáit. Elkezdenének közölleni az üzenetek. És mire kinyomozná, hogy ki volt az a ganaj, aki feltette? Hallgató egyébként nagyon jót írt, hogyha a Jani számát kiadnád, a Jani egész egyszerűen csak átirányítaná a telefonját a tiédre, és már hátra is dőlhetne. Egyébként tényleg. De várj, akkor meg a tiédre irányítanám. Ja, én pedig vissza a Janiéra. Igen, és a végül te meg vissza a Janiéra. Tényleg többszöri átirányítás lehet, hogy a Jani rám irányítja, én viszont rá, tehát az lehet, nem? Persze. És te szerintem meg vissza igen. Janiéra. Na mondjatok még egyet, tessék, tekerjetek, hogy ki lehetne. Te jössz, jó, Jani. Teker. Most már jó, E-betűnél vagyok. Itt ezen az oldalon van, csak simán Erős Antónia van, Eszenyi Enikő. Falusi Marja megjelent az F-betűnél, úgyhogy gyerekek, ó, hát ez csodálatos. Antóniára szerintem simán átcsöröghetnék. Tök jó profi módjára venni, abszolút. Nem lenne belőle probléma. Itt van mindenki. Vizuális típus vagyok, hát ha zuhanyzi. Jó, figyeljetek, szerintem a Frey érti a humort. A F betűnél. Ó, egész biztos. Ó, nagyon. A nagyon. Csak civilek az ő poénjait nem értik időnként, és ezért kell menni az országba. Kérdezi valaki, igen. De vannak civilek, csak hát a bemondom, most Karcsi, az a nem vagyok. Nem vagyok. Karcsira, ki az a Karcsi? De engem Karcsi. Most az összes közül egyébként Karcsi érdekel a legjobban. Ki az a Karcsi? Hát ő a svábi kutyája. Van külszám már. Hát szerintem. Jól építi ez a... Instagram oldala, valaz biztos. András. Van egy Karcsim, de nem tudom, hogy ki a Karcsim. Csörögjünk már, kérdezzük meg, hogy te ki vagy. Karcsi! Karcsi! Balázs vagyok, mondd már meg, hogy te ki vagy. Kamarás Iván, és itt van gyerekek.
Mindenki itt van. Na jó, figyeljetek, nem akarok genyózni, mert ez egy rohadék dolog. Szóval ez azért nagyon kell érteni a humort, el kell menni, venni kell egy új telefonszámot, nem biztos, hogy le akarod cserélni, mert az anyád nem tud megjegyezni egy új számot. Tehát, hogy én ezt most itt ebben a feszült állapotban egy jó poénért már nem veszem a nyakamba. Értem, hogy nagyon röhögnétek, de ti 10 órakor elmennétek gofrit sütni, meg pecázni, én meg még délután 2-kor is bocsát kérő SMS-eket kellene, hogy fogalmazzak, és el kell hárítanom. Csak a műsor miatt. Igen, csak a műsor miatt, ez csak egy poén volt, akkor ez egy nagyon jó ötlet volt. 4:11-kor már nem tűnik ez annyira jó ötletnek, és a feleségem is. Egy jó kamarás hívát szerintem simán megcsinálhatnánk. Ha felhívod, érted, beleszól, gyorsan felkapja a telefont, gondolom egy kicsit így végre szívlobogva. Hello, Hollywood! Nem Nával Jenikó vagyok, Sebestyén Balázs. De nem is mi hívnánk ráadásul, érted, hanem valami ismeretlen ember. Na, de mi akár rácsöröketnénk, nekünk elnéznék. Figyeljetek, most úgyis egy országba ment be mindenhova a Györfi, lett belőlem, én futott nagyon nagyot. Akkor adjuk ki a Györfi számát, és egy ország megköszönheti neki SMS-ben. Tehát most is beszél valakivel. Amit most ő, éppen. Igen, őt nem tud. Hiszen egy országnak becsörgött már a Györfi Pál automatán keresztül is. Tehát akkor most mi a Györfi számát kéne, hogy kiadjuk, hogy most megköszönhessétek a Palinak azt a sok-sok aggódást és törődést. Mert hogy a Pali rendületlenül nyomja a videókat. Most egy gyerekes videója van, egyébként 8 után hívjuk is. Cuki, majd igen. Az nagyon cuki az a gyerekes videó, igen. Igen. Na írjatok, drága hallgatók, tessék, bárkinek a telefonszámát celebek, megtudjátok. Jó, mondjuk a magyar celebek is eljutnak az őrület azon határára, hogy felteszik a saját telefonszámukat. Kíváncsi, ki lesz az első. Ezután az adás után lehet, hogy néhányan fényt kapnak, hogy erről beszélünk, és ki fogják tenni a számukat. Mert hogy eljut hozzájuk, hogy erről beszéltünk, vagy erre buzítottuk őket. Előutóbb valaki úgyse bírja megállni, és úgyis kiteszi. De hogy írjátok már meg, hogy kitől mit kérdeznétek, vagy kinek mit üzennétek, jó? Tehát tételezzük fel, hogy tudjátok mindenki számát. Mi lenne az üzenet? Üzenetrögzítő szöveget mondhattok, vagy hagyhattok SMS-ben, kérdéseket tehettek föl, vagy csak egyszerűen csak simán üzenhetek neki valamit, jó? Akár a rögzítőjére. Vagy ha tudnátok vele beszélni, akkor mit kérdeznétek tőle? Mi lenne az első? Tételezzük fel, hogy egy közszereplő felteszi, és 3 perces hívásokat bonyolít mindenkivel. Jó? Gondoljátok át, hogy kitől mit kérdeznétek. Kedves Havasi Balázs, azt szeretném megkérdezni, hogy lesz-e tartalék időpontja az idei karácsonyi koncertnek, mert illetve, már megvettem rá a jegyeket. Illetve, hogy nem félsz, hogy Sebestyén Balázs kiüti a koncert időpontodat. Igen. Ezt egyedül a Polgár Peti bírta jól, hogy bármikor bemondtuk az ő számát. Tehát ő ezt kiválóan bírta, és basszus, le a kalappal, de nem cserélt számot azóta sem. Nem. Pedig hát akkor... Haszon bemondtuk neki. Hát akkor kinek a száma kell most következzen, ha jól bírja? Hogy áll egyébként a dalnak a folytatásával, a karantén dalnak a folytatásával? Szerintem csinálja. Arról van hírem. Szerintem csinálja. Igen. Igen, abszolút. Hát ő dolgozik, nekem azt ígérte, hogy dolgozik rajta. Igen. Na de igen. Már jönnek a sztárokhoz a kérdések, igen. A Bocsitól kérdezem, hogy miért tűnt így el, és mikor jön vissza. Nem tűnt el, még most is csinálják a tévéműsort. Egyébként az ATV-n futam. Hashtag az van. Megy. Bódi Szilvit kérdezném, hisze a kínai horoszkópban. És van-e maszkeladó? Igen. Ez az, vegyünk revansot, hívjuk vissza. És hogy mi a kedvenc Jim Carrey filmje? Györfi Pálon akarunk most revansot venni. Nagyon szeretjük Palit, de jó lenne megköszönni neki ezt a sok-sok munkát, amit elvégzett. Igen, igen. Gergő azt mondja, hogy Kelemen Annának kint is van a telefonszáma, csak mondom. Egy bizonyos oldalon mi? Más nexusban van kint a Kelemen a telefonszáma. Igen. Lajostól szeretném megkérdezni, a mágnest az óra alá vagy felé tegyem. Rohadékok vagytok. Jó, de szemét. Hova kell tenni a mágnest? Mágnest. Na írjatok, drága hallgatók. Közikétől hát, kérdezném, hogy miért nem lehet mostanában hallani róla, és minek köszönhetjük a jó hírt? Ki ő? Ki Győzike. Ja. Tényleg Győzi nagyon el van tűnve egyébként. Nem baj. Kevesebbet hallani róla. Mert nyilván koncentrál a családjára, és ez nagyon pozitív dolog. De ez egyébként nem baj. Tehát, hogy ezzel nincs probléma. Jó, írjatok, drága hallgatók. Na, jövünk mindjárt 0-23-111-111, ez az SMS számunk. 8 múlt pontosan 1 perc, jövünk mindjárt a hírek után. 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt, Karantén Rádió, itt vagyunk, Feri, jelentkezve. Hello, jelentkezve. itt vagyok. Lőrinc is megérkezett. Nem, Lőrinc eltűnt. Lőrinc felszívódott. Lőrinc eltűnt.
lőni sem sokára. De csak a szokásos, tehát a hírek és az egy zenét megvárta, és akkor ment ki a konyhába. Ja, felpattant a zene végén, ahogy szokott. Sose tudom megunni ezt a fajta tréfáit a Jánosnak, soha. Ezt a felkészültséget, ezt a figyelmet, amit az adás iránt tanúsít. Igen, de most a konyhában hal minket, úgyhogy már jön vissza. Itt van. A megszólás végén belebambul még kicsit a megszólalásba, üldig nyomkodja a géphez, és aztán, amikor már megy a zene, akkor rájön, hogy jó, basszus, hát az gyorsan el kell intézni. Hogy is, itt voltam végig, csak figyeltem. Persze, persze. Hallottuk a kis lábai dobogását a lépcsőn. Igen, igen. Ugye arról beszélgettünk, hogy amerikai sztárok elkezdtek teljesen megőrülni, és a saját telefonszámaikat teszik föl most már különböző közösségi oldalakra, és azon filozofálgattunk, hogy vajon a magyaroknál, a celebeknél ez mikor jön el, hogy valaki oké, akkor azt mondja, rendben van, az Amerikában trendi, akkor bedobom a telefonszámomat, és akkor vagy hívjatok föl, vagy kérdezzetek, bár nem teljesen világos a több ezerbe ömlő kérdésre az a pár tíz megadott válasz, amit a celeb tud produkálni, ugye, hogy ez pontosan miért jó. De valószínűleg ez arra jó, hogy mondjuk pár napig te akár föl is hívhatod azt a számot, és ha éppen nem foglalt, vagy nem beszél valaki estőn Kacserrel, vagy most Sarapova tette föl a számát, pláne. Úgy van. Teljesen elhúz. Az. Én most ezzel az utolsó mondatoddal nem nagyon értek egyet. Hát nem tudom, engem picit összezavar. Picit összezavar ez a sok gondolat így egyszerre. Nem volt rossz de... az irányvonal, Balázs. Jó, tehát, volt, jó volt, de azért a szolgáltatóval mindenképpen dumálnék 10 után. Az a baj, tudod, hogy ezért te fizetsz is. Ezért igen, a szolgált... nem keveset. Mert ha ingyen van, akkor tökre adom. Na de... De nem hallottatok, hogy nem? Se nem egy szót sem. Most jöttél vissza ebbe a maradba. Csak most látom, hogy befejezett a Pornhub letöltésem. Ne haragudjatok. Na, jó. Igen. Minden este leszedek 4 terát a legújabb anyagokról. Úgyhogy... Igen, pedig ez lett volna a best of anyagunk. Na mindegy. Nem tudom, gyerekek, és ebben az a durva, hogy látlak és hallak benneteket, és lelkesen mondom. Tök nagy csönd van a másik oldalon, amire azt gondolom, hogy azért vagytok csöndben, mert hogy hallgatjátok, amit mondok. Majd jön egy ilyen, hogy aha, Balázs, ez nagyon jó volt, és fogalmam sincs, hogy mióta nem hallottok, mi történhetett, hol tűntem el a vákumban, a fekete lyukban. Én nem tudom, mi van. Az utolsó szavad az volt, hogy Sarapova. Sarapova volt igen. Az utolsó szó. Ezzel nem lepődtünk meg. Sokaknak lenne ez az utolsó szava. Jó, egyébként így román lehetne szivatni a másikat, hogy hát nem baj, Jani eltűnt, és tudod, tökre itt lennél. Na, hát gyerekek, amíg Jani nincs, de itt vagyok. Na, várjuk meg, amíg visszajön. Nem mondom, hogy itt vagyok. Hát itt vagyok. Haló, nem hallotok? Á, most továbbra sem vagy sehol. Hát reméljük, hogy megoldódik a probléma. Most se hallotok, vagy szivattok? Hallottak? De csak Jani viccel most. Rohadékot. Ilyen gyorsan megcsinálni az általam kitalált helyfát. De gyönyörűen visszaütött. De milyen jól hoztátok, úgyhogy meg sem beszéltétek egyszer, ahol már eljátszottátok. Román szívattok, hogy nem hallottak. Kicsit rátátogtunk. Ez egy elég kétségbeesett érzés egyébként. Szóval, hogy egyedül vagy. Olyan szinten egyedül marad az ember, és közben hallom a bedet, a zenét a magunk alatt, hallak titeket, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon skizoid helyzet, mert azt gondolom, hogy minden rendben. Na mindegy, jó van. Ha majd a hallgatók megírják, írjatok azonnal, hogyha nem hallotok, és akkor tudom, mert a kettő személy. Jó. Legyen valami jel. Ja, de nem jó, mert a kamerád is leszokott fagyni olyankor, amikor eltűnsz. Te láttál bennünket közben? Na, most megint lefagyott ez. Nézd meg. Lefagytál. Mi azért, Jani, nem tudunk lebukni, vagy mi azért tudunk lebukni, mert a mi képünk nem fagy le. Nézd meg, most az ő kameraképe kimerevítve áll, és néma a Balázs. Hát, figyelj, komolyan mondom, nem hiszem, mert ott beszélni kéne tényleg a szolgáltatóval, mert nem hiszem ott, hogy annyian. Vagy most jön a visszatréfa, amit mi csináltunk az előbb. Most hallunk, halló! Ott sutyorogsz, halljuk! Nem, sajnos nem, ez tényleg a net hiánya. Igen. Most viszont hallunk. Most visszajöttél.
Csúnyán ne beszélj. Te nyomogatsz valami gombot közben? Nincs egy ilyen nagy piros gomba számítógépen azzal a felirattal, hogy ne nyomd meg. Igen, hogy ezt ne. Balázs, ezt ne. Mi van? Most vagy, most megint meg vagy, de az előbb megfagyott a képed is, és a hangod se jött át. Ez nagyon élvezetes lehet a hallgatóknak ez a marhára. Marhára jön, szerintem nagyokat nevetnek. Nagyon. De lehet, hogy egyébként csak annyi történt, hogy itt az utcában valami netfelújításon is valaki átvágta a nullás kábelt, amikor itt csinálták a csatornát, igen, akkor ez megtörtént, hogy átvágták a nullás kábelt, és elment a házba az áram. Simán és a csávó nem értett, hogy miért nem jut át a szakadékon. És már szikrázott a vezetékben, és a másik ember rüvölt. Ne, a nullást fogod elvágni, ne csinálj, ne csinálj. Biztos. És addigra kész, és letérdelt az utcában az elmű. Hát vagy bocsi is fenn van a prémium szolgáltatáson, tudod is. Az is lehet, hogy sokan neteznek itt Diós környékén, igen. Igen, igen. Na jól van. Gyorsan akkor egy-két SMS, ugye, hogy kik teszik föl a számukat, erről beszélgettünk ugye itt a hírek alatt, két Hudson, Ashton Kutcher, Sarapova, és arról beszélgettünk, hogy ha magyar sztárok feltennék a számukat, akkor ti mit kérdeznétek tőle? Tehát mi lenne az, amit tudnátok kérdezni? Kicsit már félve nézem, hogy adásba jöjjek-e. Lehet, hogy kimegyek, megnézem, hogy lopják-e a wifi-met. Aha. Négy autó áll a kertkapunál. De simán lehet, hogy négy autó áll, de egy lesötét. Tényleg, ott a másik oldalon, tudod, átkészelen, és ott állna ilyen négy terepszínűre festett. Eddig nem tűntek fel, mert a szembe is bozótos van. És négy terepszínűre festett autó. Meg átszázóhálóval burkolt emberek guggolnának az árokban, meg feküdnének keresztbe. És kis parabola antenna van mindegyik tetején, amit egy csávó forgat a Balázsék háza felé. De jó, hogy ti vagytok tiszta depis a reggel, de legalább ezzel meg tudtok nevetetni. Köszönöm nektek. Maradj otthon. Úristen, de unom már, de jó, hogy vagytok. Bali, tényleg nézzék ki az ablakon. Valószínűleg ma reggel annyira csapnivaló fit, hogy lehet, hogy lopják. Hárman. Nézd meg. Jobban jársz, ha megváltoztatod a jelszavat. Tehát lehet, hogy a Balázs 1-2-3 az már lehet, hogy az egész utca tudja, nem? Tehát az már nem annyira működik, igen. Bali, kérd kölcsön a Commodore 64-et Feritől. Látod, az nem fagy le. De most Wizard of War-ozik rajta, nem tudja odaadni. Én Szújó Zolit hívnám fel a Forma 1-a kapcsolatban, hogy mi a véleménye a kialakult kritikus helyzetről. Tamás küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. Balázs, még pár napig promozzuk a szarnetedet, aztán olyan router fogsz kapni, hogy bembe. Hát erre várunk. Figyelj, erre várunk. Erre mehet ki a játék. De megtörtént. Ez megtörtént, amikor elszállt. És megint elszállt. Azt mondja, ez megtörtént, amikor elszállt, és megint elszállt. Most nagyon büszkén arról beszéltél, hogy új routered van, mert semmit nem hallottunk belőle, megint lefagyott. Nagyon az elszálltig megvoltál. Öcsém, érted, itt kicserélték, a NASA-nak nincs ilyen wifi routere. Itt az egész utca tudja nézni az akármit, a legnagyobb letöltési sebességgel. Nagyon most jó. Ezt nem hallottuk. Én nem kapok semmit grátis, mindenért fizetek, de megy is. Viszont működik. Visszatértem, itt vagyok. Most vagy, megnevetétek magatokat rajtam, rohadékok. Nem az volt a jó, hogy amikor a legutóbb elszállt, és abban a pillanatban megszűnt az alá. Szóval amikor a legutóbb kicserélték, akkor kicseréltek rútert, meg mindent. Tehát egy teljes felújítás volt. De várj, kimerészkedek a lakásom. Lehet, hogy a feleségem elindított a robotporciót. Simán lehet. Vagy egy nem, az a múltkor ilyen rútercsere, ez csak egy ilyen kamu dolog volt, hogy bemessenek a gardróba és végigszagolgathassák a bugyjaitokat, vagy nem tudom. Tehát az egész semmit nem csinált a csávó, csak tudod, lefújogatta ott a port, meg itt kicserélt egy-két csatlakozót, semmi nem változott. Igen, lehet egyébként, de láttam, mert valamit elvitt. Tehát valamit hozott, valamit elvitt, úgyhogy valamit kellett, hogy cseréljen. Mint a piócás ember. Talán nagyon rendes srác volt. Tehát, hívt föl szerintem a szolgáltatót, hogy hozzák vissza a régit, az működött. Igen. Valamit csinálok, jó. Megmérem majd a sebességet, van ilyen applikáció, amivel meg lehet mérni a sebességet. Tegnap Facebook az élőm alatt is ez volt. Gyenge hálózati kapcsolat. A Facebook az élő szünetel. Élő elindult. Élő szünetel. Élő elindult. Nagyon élvezetes lehet. Figyeljék. 45 percből kivaradt egy bruttó 38 perc. Most így belegondoltam, hogy mit kaptam én legutóbb grátis szolgáltatomtól. Elromlott az egyik távirányítónk. A tévének a távirányítója, vagy ennek a set-top boxnak a távirányítója. Az egyik gomb beragadt, és már nem lehetett megcsinálni. Bementem, és gondoltam, hogy hát ez nyilván, mivel az ők a készülék, garanciálisan ki fogják nekem cserélni. Következő történt, elment az egyik nagyon kedves ügyintéző, tehát hogy ilyen értelemben semmiféle gond nem volt, aztán kijött kettő vagy három darab használt távirányítóval,
Az egyikről hiányzott egy gomb, a másikat fel se ismertem, hogy milyen készülék, és a harmadik, ami a legkevésbé kopott volt, és még így nagyjából megvoltak rajta a feliratok, és nem láttam rajta annyi zsírfoltot, azt hoztam el. És működik? Mondta, hogy ebből a három, azt mondta, hogy hát ez valószínűleg működni fog, és ebből a háromból választhattam. Tehát nem az, én úgy képzeltem el tényleg, hogy kihoznak egy ilyen lecellofánozott zsírúj, távirányított egy dobozba, ott a szem előtt kibontják, megmutatják, igen, ez a legújabb technika, blablabla, ez aztán nem fog elmenni a fél. Nem, kihoztak három darab használtat. Az egyiken volt olyan, hogy ez egyik, azt mondja, azt a gombot úgyse kell használni, és hiányzott a gomb. De ha én akarom használni, azt ne maga mondja már meg. Meg egyébként hogy nem, néz ki? Nagyon jó fej volt, tehát az ügyintéző tényleg halálosan jó arc volt, tehát semmiféle probléma nem volt, de egy picit azért meglepődtem. Én már nálam például ez, tehát ugye a szolgáltató elhalmoz, így a figyelmességek garmadában. Na jó, például de te fizetsz érte rendesen. Kaptam garanciálisan, és fizetek érte, mint a katonatiszt. Igen. Bali azt mondja, hogy jó, bocs, Bali, tényleg én voltam műsor végéig, lejövök a wifi-ről, de csak a műsor végéig. Úgy eltéveszni az éterben, mint Dorothy a sárga útról, írja valaki. Jó, hogy nem írja nálad, biztos a szemetes vödör is wifi-ről megy. Ne, nincs ennyi. Nincs tényleg ennyi nincs minden. A robotporszívóba bekapcsolva? A robot de nehogy már az szedje le. Nincs wifi. Hát láttad ezt a robotporszívót? Az a halálcsillag földi változat. Mondjuk az is igaz. Figyelj, az életünket menti meg. Úgy, már utáltam, de megszerettem. Nagyon jó kis barátom lett, igen. Az megvan most a káromkodós robotporszívó? Láttad? Igen, megnéztem, hogy káromkodik közben a robotporszívó. Hogyha neki megy valaminek, ugyanúgy, mint hogy te beütöd a lábad, ahogy mész, és akkor a mitén ágy szélébe, akkor nyilván kijön egy csúnya káromkodás. Na most ő ugyanígy csinálja a robotporszívó, és folyamatosan nyomja a dumát. Újabb lépés a mesterséges intelligencia felé. Az, úgy van. Igen. Az, aki nem a router szarra, hanem le van terhelve a hálózat, valószínűleg sokan vannak rácsatlakozva ugyanarra az oszlopra. Ugyanez volt nekünk is, ugyanerről a hálózatról. Írja valaki, azt nem tudom. Aha. Akkor patkold át! Kérdés, mászak föl egy ilyen kis, kis villanypóznára, és kezdjek el ott bekábelezni valamit. Igen. Lehet, hogy egy másik oszlopra kéne átrakni. Vagy nem lekötni lehet, róla. Nem lehet, hogy nagyon sok oldal van megnyitva egyszerre? Vagy az mindegy? Figyelj, csináld azt szerintem, én hogy amit mindenféle ilyen akciófilmekből lehet látni, hogy csinálj egy mellékáramkört, válaszd le, tudod, mint a bomba szakértő. Hogy leválasztasz magadnak belőle egy saját vonat, többé meg csináljanak azt, amit akarnak. Szerintem valahogy ez Balázsnak tökre menne. Csak két hosszú drót kell hozzá, meg két krokodil csipesz. Láttam a tévében. Szerintem próbált ki. Figyeljetek, ilyen nagyon primitív, hogy a router újraindítása, ezek működnek ilyenkor? Persze, majd a hírek alatt csináld meg. Az úgy értem, hogy az működik, az hozhat egyfajta jó wifi-t nekünk? Tudod, mi szokott lenni ilyenkor, hogy így most nagyjából működik, tehát így most nagyjából működik, miután lekapcsolnád és visszakapcsolnád a routert, és ilyen szinten, én biztos vagyok benne, ilyen szinten sem működne, tehát hogy aztán meg nulla lenne. Azért a három varázsfújás meg az újra kibekapcsolás az nem mindig segít. Hát a varázsfújás az rajtam szokott segíteni. Igen. Hát ne haragudj. A három meg főleg. Így van. De abból csak évi három van, mint a kívánságban. Jó. Hát. Na jól van. Oké, mondjátok meg Balázsnak, hogy van egy alkalmazás, a neve Fing. Ezt meg tudja nézni az adott wifi hálózat, aminek a telefonja csatlakozik, milyen eszközök csatlakoznak még. Nyilván. Tehát, mi nyilván Fing a neve. Hát ez csak ez lehet. Teljesen reálisnak tűnik. Na, kimegyek, átszólok a szomszédból, hogy szakadjon le a netemről. Jó, bezárom az ablakot, bezárom a szoba ablakot, bezárok minden ajtót. Jó. Hogy ne menjen mert ki hogy a kimegy wifi rajta alapján internet, tőlem. Vagy hogy tehát, hogy, igen, hogy most ezt meg kipróbálom, hogy bezárom a gyerki ajtót, mindent, hogy ne tudjon megszökni a wifi. Az is jó egyébként, ha ne menjen ki, maradjon lakáson belül. Úgy, jó, de ha alufólia csíkokat teszel föl az ablakra, az még jobban visszaveri befelé. Az is nagyon jó. Csak meg nagyon vigyázza, hogy a fóliát letekered, hogy a fényes oldala nézzen befelé a szoba igen, felé. Igen. Jó? Tök jó, aha. Mert akkor különben szórja és nem veri. Aha. Tehát ezt akkor tartsam fontos. Bent. Így van. Igen, így van. És tarts akkor, bent a wifi-d. És a biztonság kedvéért mindenképpen menjél le, légy szíves a Spice-ba, keresél egy 5 literes konzerves üveget, menj föl közvetlen a router mellé, és meríts bele a levegőbe, és gyorsan zárd le a tetejét. És rak rá egy címkét, hogy tartalék wifi.
És amikor érzed, hogy megszakad, akkor nyisd ki. Szóltok, hogy elment, akkor nyissam ki a palackot, és akkor engedjem ki, és mondjam neki, hogy gyere wifi, gyere wifi. Igen, egy ilyen vízszintes mozdulatra kell elhúzni a router fölött a levegőben. És nagyon gyorsan rácsukni, de tényleg gyorsan. Tehát a hírek alatt összes ajtó ablakbetyúk wifi-ben tart, pót wifi kannába begyűjt. Így van. Vagy csemegó, 3-5 centis csemegó borkás 5 literes üvegbe. Abba szokott egyébként működni. Azt mondjuk, hogy az uborkalé még egy picit plusz szigetelés. Az 5 literes a jó. Az 5 literes a jó. Igen, mert a 0,75-ös az csak kis adag wifi-ket ad. Ja, mondjuk az is igaz. Tehát és akkor aztán a közbeadás, miközben megy az adás. És ha csak kidobott teljes zacskóim vannak, vagy teljes dobozaim, akkor menjek ki a szelektív, és akkor ilyen teljes tasakokban. Nem, az is jó. Nem, a nylon zacskó jó, hogyha egy nagy nylon zacskóval körbe rohangálsz a nappaliba, úgyhogy a fejed fölött nyitva igen. van. És gyorsan becsomózod, vagy begumizod. És a végén becsomózod, igen, jó? Igen, és van még egy végső megoldás, ez tényleg csak végső, igen? Hogy keresel egy nagy fürdőszoba szivacsot, mielőtt bemész a szobába, összenyomod, igen? Aztán oda bész a routerhez, elengeded, és ahogy kiugrik, beszívja. Oké. Okay. Beszívja a wifi-t, jó. És akkor legközelebb adás közben egyszerűen csak folyamatosan nyomod össze. És ahogy nyomod össze, áramlik ki a szivacs pólusaiból a wifi. Tehát ez nejlonzacskó, szivacs, befőttes üveg és szivacs. Ablakbecsuk. Ugye? Hogy a wifi maradjon igen. bent. Jó. Próbáld meg egyébként az ajtó alatti rést is betömködni valamivel, mert ott elszivároghat nagyon könnyen. Észre se veszed, és már nem van a nappaliban, és a gyerek elhasználja. Meg azt mondják, hogy lehet, hogy a teraszon is csöpög az internet, tehát hogy tegyem rendbe a teraszt, hogy nézze meg azt is, hogy nagyon okos, ablak, nem tudom, a teraszon ki a naphallgatója. Nagyon jó. Tök okos. Nagyon jó. Aha. Okay. Nagyon jó ötlet. Tényleg van ilyen alkalmazás, hogy finga alkalmazás. Igen, most látom én is, hogy írják egy csomóan, hogy tényleg ez a neve. Azt mondják, hogy mindenképpen egybe csomagoljam be, ne szeletelve ezt. Így van? Tehát így, ott megszakad, fel. Ott jönni fog, de mindig lesz benne mindig egy megszakad. Szakadás. Tehát persze. Egybe csomagoljak be egy nagyobb adag wifi-t. Jó, akkor hozom. Igen. Jó? Itt leszek mindjárt, hozom a szatyorral. Jó. Marmonkanna, szivacs, szatyor és ajtóablak bezár. Így van, úgy van. Fogok bármilyen szatyor nem jó egyébként, tehát ne hálót hozzá. Ja, nylon szatyor, hát azt tartja. Ne, a nylon szatyor az ebből a szempontból nagyon jó. De egyébként, ha jót akarsz, biztos, hogy van lenne valahol a fagyasztó körékén néhány ilyen cipápos is. Azokkal marha gyorsan le lehet zárni. Tudod, kinyitod, bezárom, és jövök. Na, jó, akkor elmegyünk hírezni, én hozok egy kis wifi-t a szobába magamnak. Jó? Jó, mindenképpen. Technikákkal. Oké. Jó. És jó, ha felporszívózok egy kicsit, az nem jó? Az jó, és aztán pedig a borzsázott kintrázott. Az már a lehullott wifi, az nem olyan jó. Nagyon mindjárt írják. 8 óra után 14 perccel itt vagyunk. Kiengedem a wifi-t, várjatok. Jó. Összegyűjtöttem. Ne engedd ki, gyűjtsd be. Meg ne teljesen. Tehát a konzerves üveg még zserik, hogyha csak picit meglazítod, szivárog az, jön az szépen lassan, csak egyszerre ne jöjjön nagyon sok, mert tök felesleges, tehát hogy nem kell, mert akkor meg sok lesz. Igen, jó. Akkor meg van egy ilyen wifi torlódás, az se jó. Az se jó, nem jó, nem jó. Jó. Nem jó. De jött a hallgatótól egy nagyon jó ajánlat, az, hogy nyisd ki az ablakot és utánozd a router hangját, mert akkor az összes környékbeli wifi oda gyűlik. Bevonza, tényleg. Bevonza a router hang. Ha router hangját felveszed a telefonodra, és egy végtelenített formában folyamatosan nyomod, akkor a környék összes wifi-jét befújja ide repül, igen. Ugye küzdünk a wifi-mel, és a hallgatóktól, meg Feriektől is nagyon jó tanácsokat kaptunk Janitól, hogy hogyan lehet wifi-t gyűjteni a lakásban, hogy be kell purhabozni az ablakot, be kell csukni mindent, nylon zacskóba össze kell gyűjteni a wifi-t, és ide kell hozni a számítógéphez közel. Tehát tényleg nagyon jókat kaptunk, hogy porszívózzam össze a wifi-t, és akkor itt engedjem ki a porzsákból, jött egy ilyen is egyébként. Nagyon jó. Sok pók, sok háló, ha sok háló, akkor annál nagyobb lesz a lefedettsége, ugye, ha a pókok megszövik a kis hálót, úgyhogy nagyon jó tanácsokat kaptunk egyébként, hogy figyelj, lehet. Ez nagyon, tényleg működik. Jó, van egyébként csinálni. Még egy vákumos gyűjtési módszer, az ugyanúgy nejlonzacskóval kell csinálni, azt csinálod, hogy egy szatyrot, vagy egy nejlonzacskot, vagy szatyrot ráhúzol a kezedre, és egészen lehúzod a könyöködig, és a bent lévő kezeddel megfogod a zacskót, és csinálsz hirtelen egy ilyen mozdulatot. Jó, gyakorlatilag kifordítod. És kint is van. Igen. És utána pedig egy gyors mozdulattal. Nem, bent van, bent. Bent van, behúzod, behúzod, van, behúzod az acskóba a wifi-t. Így, nézd. És megvagy.
Igen. Ennyi az egész, tényleg. Nem, mert figyelj, kétszer-háromszor esetleg van valami kis reszli, elmegy itt jobbra-balra egy pici wifi, de utána annyira rutinosan fog menni, hogy bármennyit begyűjtesz, tényleg. De lehet, hogy tényleg csak jászót kéne változtatnom, mert az imádom magam egy 2-3, ez már az egész utca számára. Az is jó. Az mondjuk ez viszonylag gyorsan ki lehet már teljesen egyértelmű, és nagyon gyorsan ki lehet találni, hogy Bari a király 4-5-6. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg valami sokkal bonyolultabb jászót kell elvetenem. Na, gyerekek, mi menjünk tovább, mert hogy van egy leszervezett vendégünk, gyakorlatilag ugye, hát hogy is vezessem őt föl, már nincs nap, hogy ne bukkanna fel mindenki otthonában. A saját fia is videót készített róla, hogy belépve megkérdezi tőle, hogy otthon van-e. Van, akit már felhívott telefonon, és elmondta neki az otthonmaradás szabályait, és hogy miért fontos ez. Rengeteg mém készül róla. Nincs olyan YouTube videó, amit ne tudnál megnyitni úgy, hogy ne ő bukkanjon föl az 5 másodpercben, amit még nem tudsz átléptetni, és néz, és beszél gyerekekhez, idősekhez. Van most egy új videója, ami gyerekeknek készült, kérem szépen, hát már a gyerekeket is oktatják, a gyerekeket is edukálják. Úgyhogy rögtön fölhívjuk a mi drága Györfi Palinkat, egyrészt elképesztő, hogy mi mennyiséget dolgozik, és hát gyerekek, olyat fut az interneten, mint valójában kevesen. Nem? Szóval ő most igen. Hát, hatalmasat. Hatalmasat ha, megy. Ha most már nem Emily Ratajkowski az első, hanem Györfi Pál. Hogy látja azokat a mémeket, amik róla készülnek. De most hallgassuk meg gyorsan azt a videót, amit a gyerekeknek csinált, mert hogy van egy új videó, ahol a gyerekekhez beszél, hogy mi a fontos a koronavírus kapcsán, ezt megmutatjuk. Ez egy viszonylag új dolog, ha jól tudom, de majd ezt megkérdezzük tőle. Tehát ez a pár napban, vagy elmúlt napokban jött ki ez a kis videó. Úgyhogy elindítjuk, jó? Néhány egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulok a legfiatalabb honfitársainkhoz. Kedves gyerekek, csináljátok meg minden nap a leckét, tegyetek rendet a szobában, és tartsatok ki, hiszen most azzal tehetjük a legtöbbet a vírus terjedése ellen, ha otthon maradunk. Köszönjük, hogy ilyen ügyesek vagytok. Vigyázzunk egymásra. Tök menő, gyerekek, tök menő. Nagyon jó. Tök menő. Hogy valaki mástól is hallják ezt a gyerekek, majd te mondod neki, hogy mosson kezet, meg tartson ki, meg tegyen rendet a szobája, azt mondja, már unom, már egy hónapja ezt hallgatom, nem? De jó, és akkor jó, hogy apa, de ki ez a bácsi? Igen, de nem, hogy még erre is gondolnak, hogy a gyerekeknek is üzenjenek, ez tök jó. Na mindjárt meg mindenről megkérdezünk, mert hogy itt van velünk Györfi Pál. Halló Pali, jó reggel, ciao, hello. Jó reggel kívánok, sziasztok, tudom, hogy ti szoktatok kérdezni, de először most hadd kérdezzek én, ti otthon maradtatok? Egy hónapja, szerintem, Pali, egy hónapja. De jó vagy, jó, te szeretlek, de jó vagy. Csak egy hónapja ülünk csak itt jöttem, ebben szobába. Csak jöttem, oké, okay, jó, rendben, akkor ez lesz az alapja a beszélgetésnek, hogy barátok vagyunk, és minden rendben van. Tehát otthon vagyunk. Miért, mit hallgatsz a CB? Itt persze, itthon vagyunk, de imádom, hogy ezt megkérdezted, mint csak akarom kérdezni, itthon vagytok-e. Mondjuk figyelj, csak Pali, most interneten. Igen? Pali, nagyon, egy kicsit a Janival mi haragszunk azért, mert a Balást már fölhívtad személyesen telefonon bennünket, kettőnket a Janival, meg még nem. Jó, hát képzeljétek el, hogy mennyit kell nekem tárcsázni ehhez. Tudjuk, és perem kerületom úgyis. Én meg vidék, hát na. Az is látszik most már, hogy sokan annyira komolyan veszik, amit tök jó, ezeket a telefonhívásokat, hogy közben egy kicsit félre is értik, és engem hívnak sokszor így napközben, általában idősebb nénik, bácsik, hogy akkor ők most szeretnének egy fél órára lemenni a közértbe, kaját venni, hogy én ezt engedélyezem nekik, hogy akkor legalább erre az időre elhagyják a lakásukat, ami azt jelenti, hogy tényleg valószínűleg, amikor én ugye a telefonban beszélek, a hangomat hallják, akkor erre válaszolnak is, és valahogy ezt sokan nem értik, hogy ez egy gépi hang, amit nyilván előre fölvettek, de hát mindegy, ez is egy aranyos következménye ennek a kampánynak. Hát ezt elmeséltem, Pali, akkor lehet, hogy nem, biztos nem valóta dolgoztál, hogy én beszélgettem veled, mert én azt hittem, hogy felhívtál, és ugye elkezdted mondani, hogy Györfi Pál. Ja, igen, én vissza, ezt nem hallottam, akkor visszaköszöntem, hogy te szia, Pali, mondjad, és azon gondolkoztam, hogy miért vagy te ennyire hivatalos, és tudod, amikor nagyon sok gondolat átszad, mire rájöttem, hogy egy gépi hangban szeretnél te nekem egy fél percet üzenetet elmondani. Most erre lemaradtam, de akkor te rájöttél viszonylag hamar. Hát viszonylag hamar, de mondom, miért ilyen hivatalos a Pali, mondom, biztos szeretnéd, hogy mondjunk el valamit műsorba, vagy segítsünk. Mondom, persze, segítünk, tök szívesen mondjuk, amit kell, vagy kommunikáljuk, és mire leesett, hogy nem fogsz váltani a stílusodon, nem fogod személyesre venni. Aztán azon is gondolkoztam, hogy elmondod a hivatalos szöveget, és azt mondod, na mondjad, Baláskám, most már itt vagyok, beszélgessünk. Ebből is láthatod, Pali, hogy nem csak azok telefonálnak rád, illetve azok nem értik magát a szituációt, akik Izaurának is gyűjtöttek annak idején. Hogy... Hanem én sem. Igen. Hanem még Balázs sem. Figyelj, és a gyerek is. Igen, mondjad?
Nem, csak azt szerettem volna mondani, hogy akivel személyesen ismerjük egymást, annak ez természetes reakciója, hogy azt mondja, hogy én valóban fölhívtam. Tehát itt nyilván idegeneknél az egy kicsi az esély, hogy én így random módon valakit fölhívok, ez egy kampány része. Egyébként nyilván azt is sokan értik szerencsére, hogy ez egy olyan helyzet, amiben bizony elérkeztünk talán néhány hét alatt az úgynevezett karanténfáradtság szakaszába, ami által egy létező fogalom, és arról szól, hogy az elején még mindenki nagyon elszánt, érti az üzeneteket, be is tartja azokat a személyes életében, és néhány hét múlva akkor nem érzi a saját bőrén a veszélyt, mert még az ő családjához nem ért el ez a vírus, akkor kezd ez a motiváció csökkenni, és akkor kell nagyon vigyázni, mert most tud elszabadulni igazán a járvány. És ez most érezhető, hogy 3 hét, 1 hónap után, vagy a magyar lakosságon ezt érzitek, vagy ez egy kutatás, hogy ez nagyjából itt fáradunk el? Egyrészt kutatás, másrészt pedig én is érzem. Tehát szerintem sokan, akik a városban közlekednek néha, hogyha nem tudnak otthon maradni, mert valami miatt ki kell menni, vagy ezért sokan ugye dolgoznak, olyan alapvető infrastruktúrában dolgoznak, ahol be kell menni dolgozni, akkor azt látják, hogy azért most itt hétvégén például nagyobb volt a forgalom, vagy a mentőknek vannak ugye minden nap esetszámai statisztikái, és én most nem is annyira koronavírusos eseteket figyelem ilyen szempontból, mert azokat nyilván minden nap sajtótájékoztatón közlik, most is láthattuk, hogy már 800 fölé emelkedett az igazolt betegek száma, sajnos 9-en meghaltak egy 24 óra alatt Magyarországon, de ha most ezeket félretesszük, csak az úgynevezett alapfeladatainkat nézzük, tehát közlekedési balesetek, például utcai rosszul létek, stb., akkor ez egy érzékenyen látható adat, hogy itt például, hogyha növekedés indult volna meg, ami arra utal, hogy egyszerűen többen vannak kint az utcán, és ha többen vannak kint az utcán, akkor pedig nagyon komoly veszély van annak, hogy igazából, amit az elmúlt hetekben áldozatot hoztunk, az fölösleges lesz olyan szempontból, hogy elszabadulhat mégiscsak ez a járvány, és hogyha valaki nézi a tévében ezeket a szörnyű képsorokat New Yorkból vagy Olaszországból, akkor én azt hiszem, hogy ez az, amit mindig mondunk, hogy ezt kerüljük el, és erre a legfontosabb elem az, hogy valóban kerüljük a közvetlen találkozások számát. Hát most nem akarom újra elmondani az üzenetemet, mert szerintem ezt már tényleg mindenki hallotta, de talán érdemes most megint egy kicsit összeszedni magunkat ilyen szempontból. Hát igen, ma már egyeztetett nem... veled a Pentagon, a Vatikán és az operatív törzs? Hogy ma mi legyen? Hát, nézd, hogy ma mi legyen, az nagyjából ugyanaz, amit tegnap is mondtunk, és majd valószínűleg egy darabig így is lesz, bár azért itt az operatív törzs, az folyamatosan értékeli a helyzetet, és én nem irigylem őket, tehát ezeket a döntéseket meghozni, ahol ugye két... Nagyon kemény melót nyomnak. Kétféle szempont van, vagy két legfontosabb szempont van. Az első nyilván az, hogy az emberek ne halljanak meg, az egészséget ne veszélyeztessük, de a másik szempont meg az ország működőképessége, a gazdaság működőképessége. Beszélje, ami nagyon könnyen levezethető, hogy megint csak az emberek életére van hatással, úgyhogy ez egy nagyon kemény döntéssorozat. Eddig úgy látszik, hogy nagyon jó döntéseket sikerült hozni, mert hogyha megnézitek ezeket a grafikonokat összehasonlítva a többi országgal, akkor itt tényleg sikerült lelassítani a járványt, úgyhogy ez egy siker, és hogyha ebből mémek születtek közben, én azt büszkén vállalom, és ezzel semmi gond nincs, inkább a mémek terjedjenek, és ne a járvány. Igen. Így is van. Igen. És egyébként, hogyha legközelebb mondasz föl ilyen szöveget, még egy mondatot nyom föl a végére, hogyha ön is Györfi Pálos pólót szeretne, akkor keresse. Figyelj, szerintem tudod, mekkora sikere lenne ilyen mémes pólónak, meg mémes bögrének? Tök jó. Igen, és tudod, annyit gondolkodtam itt az elmúlt napokban, meg a nagyfiammal csináltuk ugye ezt a gyerekeknek szóló videót, meg a nagyfiam csinált egy TikTok videót, amiben én szerepeltem, és na ott például ott nagyon megijedtem az elején, hogy úristen, ez most egy ilyen poénos megközelítés ennek a témának, hát szabad ezzel poénkodni, szabad ebből viccet csinálni, és pro és kontra érvek elhangzottak, és igazából én azt gondolom, hogy humor az mindig jó, hogyha ízléses, és hogyha sikerül egy bizonyos szinten, vagy érzékeny határon tartani, mert azért azt sem szabad elfelejteni, hogy már most vannak olyan családok Magyarországon, ahol már áldozata van a koronavírus járványnak, tehát hogy a humornak nagyon érzékeny formája ez, de azt gondolom, hogy ugyanakkor meg az üzenetek így még több emberhez eljutnak, és ha megnézitek, minden mémből kijön valamelyik ilyen kulcsüzenet, tehát vagy az, hogy maradj otthon, vagy az, hogy mossál kezed. Persze, az üzenet átmegy akkor is, igen. És akkor már inkább egy olyan fordozón menjen át az üzenet, ami mondjuk hangulatos, meg az embereknek nem veszi el az életkedvét, nem? Így van, és olyan korosztályokhoz is eljut, akik egyébként, hát valljuk be, kevésbé érzékenyek, és sőt, hogyha mondjuk a YouTube videójuk előtt elkezdek beszélni, hát akkor inkább, hogy mondjam, indulatosakká válnak.
Rengeteg üzenetet kapok egyébként, ezek között van jó is, rossz is, tehát sokan számon kérik ezt, hogy nem tudják a videójukat időben elindítani. De ugyanakkor meg nagyon sok szülőtől kaptam például az elmúlt hetekben üzenetet, hogy valamit csináljuk a gyerekekkel, mert hozzájuk valahogy nem jutottak még el az üzenetek, vagy nem úgy, ahogy kellett volna, meg nekik is segítsünk a szülőknek. Hát ezt itthon is látom egyébként a három gyerekemen, hogy azért ezek a hetek, amikor a lakásban vannak, és itthon kéne a leckét megcsinálni rendesen, meg rendet csinálni, ezek nagyon kemény hetek. Nem könnyű, neki. Persze. És nagyon jó SMS-ek jönnek, azt írva, aki nekem egy ismerős, mert pont akkor hívta a Pali, mikor lement a boltba, első gondolata az volt, basszus, tudja. Kapott. Ezek szerint nem hittél ment le a lakásból, mert ugye a lifteknek a nagy részében már ott vagyok kirakva az arcommal, és oda van írva mellé, hogy hova-hova, hogyha valaki esetleg... Hova-hova. Sétálgatunk, sétálgatunk. Igen, te most így az ország vigyázó szeme lettél valójában. Kapod a mémeket, ami készülnek, meg egy ismerősök, barátok, családtagok küldik, ami készülnek róla? Kapom, abszolút. Hát most tegnap egy új változata született meg az időskori Győrci Pálnak. Azt nagyon szeretem, a 20 év múlva, 2040-ben, kérem, hát, még tartsanak ki. Hát rossz napokon lehet, hogy nem kell 20 év, hogy így nézzek ki, mindenesetre ezek is tök aranyosak, és ezeket én gyűjtöm, persze, hát próbálok majd belőle egy albumot létrehozni, és aztán majd a gyerekekre hagyni, ha már vagyon nem tudok rájuk hagyni, akkor legalább legyen egy ilyen mém album. Mondjuk szerintem a lépcsőházba kirakott Györfi Pálkép alatta a hova-hova felirat, az nagyon, nagyon jó. Azon felrögsz, tehát a hova-hova. A nemzet szeme is füle. Na jó, tegnap közös képviselőtől is kaptam e-mailt, közös képviselő írta, hogy ő is szeretné a liftjükben alkalmazni ezt a képet, legyek szíves neki is elküldeni, mert hivatalosan nem kapta meg. Hivatalosan. Igen, nem kell, hogy most el egy hivatalos állásfoglalás mondj, csak most megkérdezek tényleg akár magánemberként, hogy szerinted meddig tart, vagy mit látunk, vagy hogy cseng ez. De ez a vírus nem fog eltűnni. Egyszer csak elkezdünk majd arra játszani, hogy minél többen legyenek immunisan, essünk át, szép lassú ütemben megtörténik a feloldozás, hát és visszatér az élet, és a vírus itt marad, vagy ennek mi a megoldása szerinted? Hát az egyik megoldás az lehet valóban, hogy kialakul a nyáimmunitás, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak, nem is tudom, nyilván szakemberek tudják, hogy 60-70%-ának kell már átesnie valamilyen formában a fertőzésen. Ez egy nagyon-nagyon hosszú idő lehet, én azt gondolom. Valószínű, hogy előbb-utóbb lesz oltóanyag, lesz gyógyszer. Hát ennyire még soha nem fogott össze az emberiség egy cél érdekében. A világ összes kutatója a tudását összegzi ebben, és tehát szerintem itt korai megoldás várható. És aztán van egy harmadik lehetőség is, hogy a vírus viselkedése változik meg. Erre már voltak példák, tehát az is lehet, hogy ez a vírus valahogy, ez a haranggörbe, ez akkor is lefelé indul, hogyha egyébként nem teszünk más, mint betartjuk ezeket a szabályokat. Az a kérdés, hogy közben ne lépjük át azt a piros vonalat, ami az egészségügyi ellátó rendszer teljesítő képessége. Magyarul ne fordulhasson az elő, ami egyébként nálunk fejlettebb országokban előfordult, hogy betegek nem kapták meg a szükséges ellátást azért, mert egész egyszerűen annyian voltak, hogy az egészségügy nem tudta őket kezelni. Úgyhogy ez a cél, és ebben sikeresek voltunk az elmúlt hetekben, de hát még sokszor el fogom mondani az üzeneteket, hogy tényleg mindenki erőt merítsen belőle, hogy ez a karantén fáradtság, ez ne győzze le az embereket itthon sem. Hát igen, most már azért lassan egy hónapja tart ez az állapot. Pali, nagyon köszönjük neked, jó munkát, és hát akkor vigyázzál ránk, figyelj, köszönjük les, szépen, telefonálj, kutass, és beszélj. Délben el kell mennem gyógyszertárba, Pali, de utána tudunk dumálni. Jó, köszönjük. Jó munkát, köszönjük szépen, Györfi Pálnak, ciao, közi, hello. Basszus, mekkora lehet a telefonszámlája? Gondold el. Igen, az is. És a három gyerekből csak... szerintem telefonközpontost kellene csinálnia, és akkor azok sem unatkoznának. Jó napot kívánok, Györfi Pál gyereke vagyok. Apukám kért meg, hogy elpróbáljak, hogy legyen szíves, maradjon otthon, és értse meg a járványügyi intézkedéseket, hogy lapos. Kifjel Györfi, egy, kettő, három. Kérdezed, azért mi meló ez a Palinak tényleg mindenkit végig kihívni, basszus. Azért ez, na, hát elképesztő. Na jó van. Gyerekek, jó volt hallani hanget. Vicces. Azért az a liftben, a hova-hova, hát az nagyon az jó. Nagyon jó. Hova-hova? Az nagyon vicces. 8:30 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. 3:09 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatók. Azt mondja, hogy valami turpusság van a dologban, mert pont az interjú alatt hívott Pali. Szóval szerintem nektek felvételről nyomta. Jó, de jó vagy. Igen, hát, ja.
Őrület, hogy mit meg nem élünk egyébként itt, nem? Ezekben az időkben. Azt mondja, hogy Palinak mondjátok már meg, hogy szegény, csináljon már, vagy szegény valamit, kezembe veszem a telefont, bekapcsolom a számítógépet, bekapcsolom a tévét, minőt őt látom, lassan félek itt ne vízcsapott, hogy nehogy ő folyjon. Hát gyerekek, ezért hívtuk Paul, mert Pali most akkorát megy, de helyes volt, meg kellő öniróniával kezeli ezt, és nyilván közben ő a munkáját végzi, jó szándék vezérli, és hát dolgozik, hogy próbálja. Én nem ő kérte, hogy minden film előtt ő legyen a YouTube reklám, higgyétek el. Igen. Nem ő akarta ezt. És jobban örülne, ha nem kellene most neki akkorát mennie. De jó lenne. Mindenki örülne neki. Igen, abszolút. Ja. Azt láttátok, hogy annyira beteg a történet már, és annyira eluralkodott minden az őrület, hogy van egy nem is tudom, hogy ország vagy hely, tök mindegy, egy pap, aki úgy oltja, vagy úgy keresztüli a gyerekeket vízipisztolya. Igen, igen. Óriási jó. Imádom a történetet, a vízipisztoly. A vízipisztolya keresztelnek. Ugye, hogy belép az ember, kezében a gyerek, és hát ugye nem akarnak nagyon szorosan kontaktálni, ez rendben is van. És azt mondták, hogy mi lebonyolítjuk a szertartást, de megfelelő távolságból kell, hogy ráöntsük ugye a szentelt vizet. Na most, hát meglehetősen, hogy is mondjam, csak unortodox az eljárás, mert azt látod, hogy a csávó áll, és vízipisztollyal, hát hogy is mondjam, kereszteli a gyereket, hogy ez most mém vagy nem mém, de szerintem ez egyébként nem. Nem mém, nem. Az nem mém, hogy ugye akár az is lehetne, nyilatkoznak azik. Joggal gondolhatjuk, hogy valaki mémet csinált. De nem az, ugyanis meg csináltak egy ilyet, hogy egy vízipisztoly, fogja az apuka a gyereket, és levízipisztolyozza a pap. Ami egy megfelelő megoldás arra, hogy ne kelljen közel kerülnöd a családhoz. Hát micsoda kreativitás! Nem? Az egyértelműen. Nagyon szeretem az ilyen beteg dolgokat. Vajon ezt még a templomba töltötte be a vízipisztolyt, vagy ezt hozta kannával magába? Vagy és magával. Szentelte volna meg? Igen, és akkor vagy pedig kért egy liter csapvizet. Hozott anyag, ugye hozott te is anyag, azt érzed? Hozott hát anyag, nagyon igen. Vicces, mert apuka ilyen kicsit pajsként előtartja maga elé a gyereket. Úgy, hogy ebben melmagasságba. A kis Weasley nem várhat, mondta az apuka, meg kell keresztelni. A és kis Weasley az elég csapszerű mozdulatokat tartja a vízipisztolyt, szépen betámaszt, tehát egy stabilálást vesz fel, igen. Igen, és ugye azt mondta az apuka, hogy ők szeretnék betartani a járványügyi előírásokat. Hogy lehetne megoldani az, hogy úgy kereszteljük meg a gyereket, hogy nem találkozunk a pappal, legalábbis nem jön másfél méter közelségbe. De valahogy mégiscsak azért, ugye, hát ha be kell tartani a távolságtartást és a járvány szakemberek előírását, akkor valahogy el kell, hogy érjen a szentelt víz. Ki csapott a fejére vajon? A csávó vitte már magával a vízipisztolyt, vagy a pap mondta azt, hogy gyerekek, hát mindenre van megoldás. Elővet egy XXL méretű gyerekboltból vásárolt tartályos, brutális vízipisztolyt, felszívta a szentelt vizet. Nagyon beteg a dolog. Igen. És 2 méter távolságból arcon lőtte a gyereket. Az atya egykori rangerként a homlokára csapott, és az... hogy itt a megoldás. Itt a megoldás. Itt a megoldás. Megfelelő méretűt is választott, mert valószínűleg ilyen nagyobb méretű vízi puskák már nem férnének bele a szentelt víztartóba, nem tudna telep úgy borékoltatni egy kis vízzel, egy ilyen kisebb vízi pisztolyt használni, nagyon jó. De hogyha megnézitek a fotót egyébként, az is látszik, hogy itt azért rend a lelke mindenek, mindenki zokniba van. Az atyának is mondták, hogy ne vegyél a cipőt, illetve hogy vegyél a cipőt, ne hozza be a sarat a lakásba, apuka is egyébként. Ahogy kiba, anyuka is, mindenki rendben van. Mindenki megnézed tényleg ezt a kis amerikai Pedem. Család igen, képét, ahogy keresztelik a gyereket, és rájössz, hogy tökéletes. Járványügyi szempontból tökéletesen oldották meg. Nem mentek be cipővel, eltartotta a gyereket magától, a pap messziről lövi, anyuka egy kicsit messzebb áll, ő sem áll közel a paphoz, úgyhogy egészen szenzációsan oldották meg. Azért Weasleynek az arcát nézd meg, az konkrétan nem hiszi el a gyerek, ami szemben van vele, hogy egy vízipisztoly van ráirányozva. Ugye? De nyilván nem tudja még, hogy mi történik, igen. De nekem így az agyamban ez tökre megvan, hogy azt mondja, úristen, mit akar ez az ember egy fegyverrel? Igen, mert ugye azt mondta a feleség, hogy ugye egy családtag megkérdezte, hogy mégis hogy fogjátok megkeresztelni ezt a gyereket? Miért viszitek el meg? Hogy keresztelitek meg? És akkor vízipisztolyjal kérdezte ezt ugye a családtag, és erre mondta a feleség, hogy hát ez kiváló ötlet, hogy akkor a pap fogja már meg egy vízipisztolyt. Nagyon jó. Keresztelj meg a gyereket, és
utána pózoljam már egy ilyen fotó kedvéért. Tehát, a hallgatók egy... már tovább gondolták, tehát hogy a Szentmisén is meg lehetne csinálni ezt, hogy az ostját azt csúzlival osztják. Csúzlival, és... vagy mint a frisbee-t, tudod. Kidobálja. Kidobálja, és szájjal elkapják a hívők. Egyébként tökre az látszik az atyának a mozdulata, hogy tényleg, hogy így jobban megnéz az ember, hogy itt van valamiféle rutin, tehát, hogy így az öreg nem először tart fegyvert a kezébe, lehet, hogy tényleg egy ilyen kibukott rendőr, és az volt az első mondat, hogy lássam a kezeket, rakja a kormány! Ja, az atya, a fiú, a szent, bocsánat csak. Ezt elmondom neked, hogy az atyának olyan sátgánya van otthon valószínűleg, hogy... Valószínű, igen. Hogy nem szívesen mennék be így sötétedés után a hátsó ajtón a parókiába. Tehát abban biztos lehetsz, hogy ha megpróbálsz valamit ellopni, akkor az atya az helytáll, igen. Na jó, hát szeretem az ilyen képeket. A konyhás néni csúzlival oszthatná a menzát a kajára. Ha még van ilyen, hogy menza. Hát most nincs. Nincs is nagyon ilyen, hogy menza. Nincs is iskola. Hú, azt láttátok, az amerikai ilyen tartálykocsikból öntik ki a tejet, ugye, mert ott is az iskola bezárások, meg az iskola tej akció leállásával, és az iskola bezárásokkal egyszerűen nem tudnak mit csinálni a rengeteg tejjel. És baromi durva a kép, hogy látszik, mint 8 ilyen ezüst gyönyörű tartálykocsit felállva a kint a mezőn, vagy a szántóföldön, és megnyitják a csapokat, és öntik ki a... Na hát ez nagyon szomorú látvány. Nem tudnak vele mit csinálni, nem tudják értékesíteni. Nem kell az iskoláknak. Van még egy dolog egyébként ezzel kapcsolatban, amit el szerettem volna mondani, pont ugye, hogy nincsenek menzák, nincsenek iskolák, stb. És emiatt van megint egy ilyen szomorú hozadéka ennek a dolognak, hogy nagyon sok állatvédő egyesület, meg nagyon sok menhely ezekkel, vagy ezekből a maradékokból, ezekről a menzákon előforduló, meg a menzákon keletkező maradékokból etették az állatokat, és most, hogy ez megszűnt, nagyon sok állatmenhely került veszélybe ilyen tekintetben. Erre érdemes lenne mindenkinek, akit érzékenyen érint ez a téma, odafigyelni. Van egy hangya közösség nevű csoportosulás, akik folyamatosan igyekeznek így ellátni a vidéki menhelyeket állateledellel, és rajtuk keresztül lehet segíteni, támogatni ezeket a tényleg nagyon nehéz helyzetbe került egyesületeket. Mondom, nincsen maradék, nincsen ételmaradék, nem tudják mivel letetni az állatokat, több ezer vagy több tízezer állat került így veszélybe. Hogyha tudtok, akkor segítsetek nekik, mármint a hangya közösségnek és a menhelyeknek, rajtuk keresztül. Ti érzitek magatokon ezt a karanténfáradtságot egyébként, amiről a Paliról beszélt? Úgy tudományos elvek alapján nagyjából ez a 3 hét, 1 hónap, amit a lakosság így bír. Tehát, hogy most jön el a kritikusabb időszak? Vagy láttok valamit? Ugye nekem, Feri, mondjuk. Hát a karantén, szóval, hogy ilyen fáradtságnak nem nevezed, inkább ilyen letargikus hangulat, hogy megint nem látod a végét, még mindig nem tudod, hogy hol van vége. Ez így szerintem lelkileg hat mindenkire a dolog. És azért a bizonytalanság. Igen, marha tudatosan találni olyan kapaszkodókat, amiket eddig nem csináltál, vagy nem csináltál meg, azokat most elővenni, és ezeket csinálni folyamatosan, mert biztos vagyok benne, most képzeld el, mi legalább dolgozunk, de akinek még melóhelye sincsen, akit most elbocsátottak, vagy csak egész egyszerűen azt mondták, hogy figyelj, maradj otthon, nem kell bejönni, kapod a fizetésed, vagy kapod a fizetésed egy részét, ez egy nagyon optimális jó dolog, ha valaki így van. De most képzeld el, már egy hónapja otthon ül munka nélkül. Az a rutin, amit egy héten legalább 40 órában napi, vagy 5 nap alatt összehozott, az most nincs, egész egyszerűen kiesett. Nem is vagyunk erre felkészülve, mert amikor nyáron mondjuk elmész egy hétre, vagy két hétre Szabira, ott tudod, hogy 2 hét múlva visszamegyek, addig elmegyünk, nyaralunk, elmegyünk a Balcsira, fürdünk. Most meg otthon ülsz, és nincs semmi a kezedben. Szerintem a fáradtság az inkább egy ilyen letargikus állapot. Tehát nem testileg fáradsz el ebben. De szörnyű. Én is érzem, amit mondtam neked, hogy tegnap is már oké, már mit csináljunk, akkor menjünk, biciklizünk egy kört, jó, főzzünk, oké, azt is megcsináltuk, tehát hogy már nincs lassan fegyver a kezedben, amivel ezeket a napokat így egy kicsit még próbálod jobbá tenni, vagy fölhúzni. És úgy, hogy mi reggelente még dolgozunk. Igen, ez az inger szegénység az, ami leginkább az embereket nyomasztja, hogy ezek a szokásos napi rutinok, ahogy Feri is mondta, ezek hiányoznak, és hát sokan vannak úgy, hogy sajnos mondjuk nem kertváros részen laknak, sajnos nem kertes házban élnek, sőt, egyszerűen nem tudnak otthonról kimozdulni, nincs hova kimozdulni, meg nincs mit csinálni, nem tudják magukat elfoglalni. Az önmagában egy tragédia, hogy nincsen munkád, de akkor, hogyha még a munka mellett sem találsz olyan tevékenységeket, mert egyszerűen nincs rá lehetőséged, egy olyan ingerszegény közegben laksz, akkor aztán nagyon meg tudja viselni az embert.
Meg abban az esetben mondjuk, ha valakit elbocsájtottak a munkahelyéről, ott valószínűleg nem is nagyon keres magának. Tudod, már hogy munkát keresel, de egyéb tevékenységet, hogy akkor most kirakok egy 5000-es puzzle-t, hát a franc fog kilakni, mikor egyébként kaját se tudok venni már a családomnak. Igen, de nem feltétlenül vigasztalja, hogy összerakadja a Titanicot, vagy a nem tudom mit, igen, a Golden Gate-et, vagy a Párizsi Eiffel tornyot 1000 darabból. Hát igen, ez nagy, nagy próbatétel. Na jó, szóval gyerekek, nagyon, nagyon észen kell, na hogy nagyon észen kell lenni, tényleg is ezekre odafigyelni. Ugye milyen érdekes ez, hogy az elmúlt években mindenki arra panaszkodott, hogy semmire nincs időm. Nem? És a másik oldal is nehéz. Idő. Adjatok egy kis időt, meg hogyha az idő már nagyobb érték volt, mint a pénz. De tényleg, mert hogy akinek volt ideje magával foglalkozni, vagy a munka és a tanulás mellett valami kis önidőt ellopni, azra úgy tekintettél, mint egyfajta kincs. Nem? Most bizony, és most van önidőt, csak ugye az egyéb gondok meg fölőrölnek. Fölőrölnek a gondok, ma lett egy csomó önidő, de nem is biztos, hogy tudsz arra koncentrálni, de nem csak az annak rossz, vagy nem csak az szenved, akinek egyfajta egzisztenciális szorongása van, mert az egy nagyon érthető, kézzelfogható szorongás. De hát az is szenved, akinek lett egy csomó ideje, és egész egyszerűen ez a ráöblő idő, ez valahogy nem tudja megoldani, vagy nem tud vele mit kezdeni, vagy nem tud saját magával mit kezdeni. Nem? Mert hogy folyamatos programok... Hát kell, figyelj, keresgélni kell, ugye kültéri programot nem tudsz csinálni. Az most nyilván, ritkább, igen. Bizonyán. Igen, agyba kell ott lenni és keresni olyanokat, amikkel valahogy el tudod ütni ezeket a dolgokat. De nagyon nehéz, az biztos. Nagyon nehéz, igen, mindenkinek. Na, becsörgünk Juliékhoz, jó? Megkérdezzük, hogy hogy van. Régen beszéltünk vele. Mi történt? Elszabadult-e már náluk az őrület? Mi történik Juliéknál? Úgyhogy 9 óra után felhívjuk, egy kicsit dobja fel a napunkat, megkérdezzük, hogy ő hogy bír. Ott is ugye azért két gyerek, tanulás, főzés, háztartás, hát azért Juli is szerintem küzd a Fronton plusz a műsor, ugye, amit még közben szerkeszt és csinálja, tehát van azért ott is tennivaló. És hát Júcsa se bírt eddig a fenekén üldögélni, azért ő is járkált mindenfelé. Mert a fenek alatt mindig ott volt Miró. De most ezt nem teheti meg, úgyhogy nehéz a dolga. Igen. Na, mindjárt hívjuk Külit, rögtön jövünk a hírek után, 7 percen pontosan, 9 óra van, friss közlekedés, küldjetek el nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsék! 9 óra után 8 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello Feri. Sziasztok! Jó reggelt! Harmadik hete itthon vagyok, remélem a párom nem veszi észre, hogy még nem raktam fel a polcot, amit fél éve ígértem, mert nem volt rá idő. És ezzel nem vagyok egyedül, szerintem. Azt mondja, hogy hát igen, nagyon sok hasonló SMS jön. Én reméltem, a karantén alatt majd társasoznak velem, a szüleim ráérnek, de annyira nem akarnak, hogy inkább vegyvédelmiben, de lelépnek dolgozni, vagy a kertben csinálnak valam bármit. Ez Gizi küldte nekünk egy elkeseredett gyermek is írt SMS-t. Ó, Istenem, a legnagyobb magyar kávéházláncnál dolgozom, 3 hete nálunk is majdnem teljesen leállt a munkavégzés, egy darabig én is főztem, takarítottam, az egész lakást megcsántam, amit eddig nem volt idő, meg amire nem volt. Haló! Jaj, igen. Megint. De ne baj, majd elolvassuk az SMS-t valóban. Jó, olvassátok el. Olvassátok el akkor nélkülöm az SMS-t, mindegy. Jó SMS volt, de most azt sem tudjátok meg. Jó volt. Naphallgatója gyanús, de na mindegy. Most már így alakult. Igen. Na, hívjuk a mi drága Juliskánkat, nézzünk be egy pillanatra hozzájuk, hogy telik a karanténőrület, mit csinál, hogy bírja a gyerekekkel, Miróval, mi a helyzet. Hello Juli, jó reggel, ciao. Szevasztok, jó reggel. Juli! Hello Juli, na Balikám, hát újabban már otthon is spontán, ha elmész. Micsoda? Hogy? Már otthon is néha. A routeredről beszéltem, te szerencsétlen. Na. A routerem, hát azt figyelj, azt cserbe hagy. Egy újraindítás mindig segít, úgyhogy ezt fogjuk alkalmazni. A nap hallgatója én leszek, írja valaki. Igen, ma én hallgattam el a legtöbbször, úgyhogy ma én kapom az ajándékcsomagot. Figyelj, te fűvészkertben vagy valami ornitológiai megfigyelésen? Vagy idegen nyelven tanulnak a gyerekek? Olyan csipogó hangok jönnek tőled. Hát kimentem a birtokra, drágáim, a birtokra. Nem kis vagyok a kertben. A kertben nagyon jók ezek a kis vigó, meg vörös megy hangok, amiket produkálsz. Nagyon klassz. Na hozzátok már a madár se jár, vagy mi? A ti kertetekben nincsen madár. De van, csak most annyira élénken megjelentek ezek a csipogó hangok, hogy igen. De egy kicsi cseregnek, én egyébként nagyon szeretem őket. Kiülök, hallgatom, nézem őket, úgyhogy próbálok egy kis energiát meríteni belőlük. Egyébként remekül vagyok, srácok. Ez az időszak a legjobbat hozza ki belőle. Tényleg? Szoktad oda a madarakat egyébként, hogy egy kicsit így feldobja a konyhát valamilyen kis
Exotikusabb fogás. Olasz receptekkel. De légpuskánk, meg csúzlink, az nincsen még. De a csirta arról már lekéstünk. Nem, nem, na, egyébként... akkor mitől vagy ennyire jól? Mesélj, adj tippeket háziasszonyoknak, nőknek, hogy mitől érzed ennyire jól magad. Mert a hangod alapján tényleg jól vagy. Ja, hát egész nap kézműveskedek a gyerekekkel, nagyokat beszélgetünk, tornázok, nyelvet tanulok. Valahogy nem őszinte a hangod, Juli. Igen, meg főszed a négyfogásos. Soha ilyen ragyogó még nem volt a szexuális életem. Miróval? Nem, hát napi 2-8 rozéfröccs, és egyébként megvagy szerintem. Na, ez igen, végre egy őszinte félmondat. Az eleje az olyan betanult volt, mint Györfi Pálin. Most van, ami ez a karanténkrízis, vagy a karanténfáradtság, a Györfi Pálin elmondta, hogy nagyjából ez a 3 hét, 1 hónap, ez arról szól, hogy most már azért úgy kezdünk fáradni, úgyhogy... Kicsit megyeken. Igen, nálunk tegnap ért el a Miró egy ilyen pszichológiai mélypontot, akkor egy kicsit kiült a kertbe, akkor egy kicsit kiültem én is mellé a kertbe, akkor megittunk egy üveg rozét, elfröccsözgettünk, és akkor egy picit jobb lett, de egyébként tényleg kétségtelenül én is azt érzem, hogy most valahogy egy kicsit, mintha így lelassult volna ez a szekér meg a lendület. De nem, biztos vagyok benne, hogy holnapra jobb lesz, tehát én optimista vagyok, meg így tényleg csicseregnek a madarak, meg nézem, hogy nő a fű, meg nőnek a tulipánok, úgyhogy meg hallgatom a szomszédokat. Holnap lesz a férjem születésnapja, no. Úgyhogy egyelőre még no. Fogalmam sincsen, hogy hát ilyen meglepetéssel fogok kedveskedni. Hova viszed vacsorázni? A konyhába, az előszobába, a nagy szobába, a tévé elé? Hol töltitek el a kellemes perceket? De hát kérte, hogy ezt tartsuk tiszteletbe úgy, hogy csinál majd egy ilyen Zoom kocsmát kint a kertben, úgyhogy fel is verjük neki majd a sátrat valószínű, hogy kint alhasson. Ez a lányom kívánsága volt. Úgyhogy hát kért, az orrom elé tolt egy videót, amiben egy nő egy szál tangában takarította az ablakot, és azt mondta, hogy ő ezt kéri a születésnapjára. Ne! nem tudom, hogy mit fogok csinálni a srácokkal, ráadásul ilyen tetőtéri bukóablakaink vannak, úgyhogy hogy fogom megoldani, de megcsinálom, ha arról van szó. Úgyhogy, de egyébként nem, szóval viccet félretéve, én relatíve jól vagyok, mosolygosan jókedvűen, a házi szépségpraktikákkal próbálkozom, hát ne tudjátok meg. Hát ugye én szőke vagyok, meg most már lassan őszülök is, úgyhogy például a hajamat azt ugye eddig is magam festettem, de sikerült egy számmal vagy egy színnel sötétebbet venni, úgyhogy most ilyen, és egy ilyen ombré frizurát sikerült magamnak festeni, tehát a szöve tök sötét lett, a vég tök szöke, és hát kipróbáltam a házi szempillafestést is, ami hát egy nagy kaland, mert hogy egyébként ezt ugye eddig kozmetikussal csináltattam, de lehet kapni ilyen szereket a boltban, úgyhogy megvettem, hát srácok, Kung Fu Panda lettem. Ez jó. De nem voltál elég bátor, miért nem a házi tükörből tetoválást? Ja, az is. Nálunk egyébként teljes skálán mozog ez, tehát a lányomnak az első néhány hétben befestettem a haját kékre, aztán utána levágtam, mert kérte, aztán utána a férjemnek nőtt meg a haja, akkor mondta a Lilinek, hogy akkor csináljon belőle pánkot, úgyhogy most van a férjemnek egy ilyen kakastaré középen, két oldalt le van nyilva nullással a haja, úgyhogy hozzuk a szokásos formát, tehát teljes diliház van. És hát most én még beálltam a körbe. Tehát figyeljetek, srácok, én aztán meg fogok vakulni. Tehát egyébként annyira nem volt vicces, mert hogy ez egy ilyen oldószer, vagy mi a franc, amit fel kell kenjél a szempilláidra, és arra kell rávinni egy másik, egy ilyen festékanyagot, ami nyilván befogja a pillákat. De hát én szerintem ezt arra találták ki, hogy áthívod a kis barátnődet, te lefekszel, szépen behunyod a szemed, felteszed ezt a pamacsod a szempilláid alá, akkor lehunyod, és akkor szépen lekened. Na nem, hát mivel én egyedül voltam erre a bulira, így aztán elkezdtem magam kenegetni, ami belefolyt a szemembe, elkezdett lecsorogni az arcomon, közben nyilván arra koncentráltam, hogy a szemem ne égjen ki, úgyhogy azzal voltam elfoglalva, hogy letöröljem valahogy a szempilláról. Tapogattál össze-vissza, végigfogtad a kapcsolót, a tükröt, segélykérben kiabáltál, igen, valaki jött igen, segíteni. Igen, de hát ami lefolyt az arcomon, az ott maradt, úgyhogy most kicsit úgy, tényleg olyan, mint egy ilyen de a Shakespeare Sistersnek valamelyik videóklip keveszik, tehát ilyen nagy fekete barázdák vannak az arcom közöttén, de remélem, hogy előbb-utóbb lekopik.
Figyelj, és már reggel iszol egy pohár bort? Vagy az, az mindig csak estére van hagyatkozva? Tehát, hogy az ugye estére hagyod. Vagy van, amikor ott marad estéről a pohár, az üveg, és akkor töltesz egyet reggel. Nem, az olyan délmagasságában érzem azt, hogy itt az idő, mert addigra érkeznek be a leckék, addigra kell elkezdeni feltölteni őket, addigra fagy le annyiszor az egész sztori, hogy háromszor futok neki egy darab kép feltöltésének, és negyedszerre se sikerül. Tehát, hogy is mondjam, olyan délre kerülök ideg állapotba, hogy akkor azt mondjuk a Miróval, hogy na gyere, akkor most már jó idő van, meleg van, jöhet az első fröccs, úgyhogy nem tudom, mennyi idő után lehet alkoholistává válni. Már az van, Júli, csak mondom, igen, a napi egy pohár az már megvan. Júli, őszintén, te kérdezel minket. Nem, ugye, Júli, a te kérdésedben az a mennyi idő alatt lehet lejönni. Tehát az a jó kérdés. Igen, tehát olyan ha véget ér a karantén, és visszaél a rendes élet, visszatér majd a normális kerékvágás, mennyi idő alatt tudunk erről igen. lejönni? Hát már nem emlékszel. Nagyobb meló lesz. Ismerünk-e valami jó helyet, ahová lehet menni, anonim esetleg, és elmondani, Júli vagyok alkoholista, felállsz, elmondod. Ez nagyon kellemetlen, elmondjuk, hogy nem, ez nem kellemetlen, mindenki más bajban van. Tehát, hogy ez... Figyeljetek, én már csináltam egy pár kellemetlen dolgot, úgyhogy ez azt hiszem, hogy nem okoz majd nekem problémát. Tudjátok, mit próbáltam ki a múltkor? Chattivity-t. Chattivity? Chattivity. És mi történik? Activity-zni chaten keresztül, tehát messengeren keresztül activity-ztünk. Úgyhogy új társasjáték formát honosítottunk meg a csárban. Na most az, amikor rajzolsz eszeveszettül, és visszafordulsz a kamera felé, és akkor látod, hogy a többiek fél perce le vannak fagyva, akkor azért ez egy kicsit megöli a bulit. De próbáltatok a rendes activity-t a telefonon keresztül? A rendes activity-t, igen, összejöttünk hárman családok, és új activity-ztünk, hogy mindenki online volt, rajzoltunk, mutogattunk, meg körülírtunk. Tök jól működött, úgyhogy nem tudom, legközelebb szerintem egy Rizikó, vagy valami Monopoly, vagy valami hasonlót is kipróbálunk. És volt ennek folytatás, hogy letettétek a gyerekeket, maradtak a felnőttek, ugyanúgy online voltatok, és akkor vetközős póker indult, tehát tovább vittétek ezt a felnőtt változatba? Feldobtátok? Igen, na jó gyerekek, és most már menjetek aludni. És van ért a vetközős póker. Igen, egyébként annyit csak, hogy leültünk és beszélgettünk egy kicsit, megint csak borozgatás kísérte az egész sztorit. Beszélgetünk, persze, ez volt a vége, hogy ne. De tudod, az a vicces, hogy most megbeszéltem a barátnőimmel, hogy hetente egyszer péntekenként összejövünk, és akkor megbeszéljük a hét nagy eseményeit. És hát a harmadik alkalom után már viszont legyártottak a sztorik. És meg kicsit kiboltuk valamit. Tehát mi van veled? Semmi. Hogy bírjátok? Nehezen. Hogy megy az online tanulás? Hát, döcögősen. És itt kb. Megáll a tudomány. Én ezt vettem észre én is, hogy bármelyik barátommal skype-olok, vagy facetime-ozok, így az van, 5 perc van unom. De ő is engem. Igen. Nem arról szól, hogy unjuk egymást, hanem hogy egyszerűen sokkal kevesebb az inger és az impulzus, amit tudsz mesélni, ugye? Tehát, hogy nincs annyi minden. És akkor hallom, ő is netezik, én is nyomkodom közben, kicsit itt vagy, közben beszélgetünk, de hogy is rájössz, hogy nem a barátoddal van a baj, hanem meg nem veled, hanem egyszerűen nem tudsz annyi mindent mesélni. Elfogy a téma sokkal gyorsabban, persze. Igen. És testedzéssel meg ilyenekkel hogy álltok? Csináljuk, nyomjuk minden nap valamit, muszáj. Mindenki csinálja, Jani nyilván nyomja kis Jani gymet otthon, Ferjen maga a kis biciklizés futással. Én elkezdtem futni, és egyre jobban élvezem, nagy orrákat tantam, tehát ilyen két naponta futok, mert edzőbb bár Feri azt mondta, hogy pihenés tart, csak be, mert sérülés lesz. Ennyi, látod. Mennyit fut? Úgyhogy, mennyit futok? Aha. Hát... Figyelj, százon? Vagy hogy érted? Ne, havi egyet. Ne, úgy értem, hogy hány kilométert, vagy hány percet, vagy bármit. Ezt kicsit random a módon csinálom. Tudjátok, hogy én azért ebben viszonylag hebrencs vagyok. Tehát, nem úgy kell elképzelni, hogy iPhone-nal felszerelkező lépésszámlálóval napi edzést tervel, hanem úgy futok. Lemértem bringába, hogy mennyit futok, olyan 2,5-3. És azt futom két naponta, ez másfél oda, másfél vissza. A gyerek megjön mellettem bringába, de hogy ez nekem elég. Tudom, ez ilyen bébitáv. Nektek, akik nagyobb futók. Balázs az úgynevezett flow futó. Így van. Abszolút. Gyűlölöm az első 8 percet, szitkozom magam, hogy miért nem tudtam valami más csinálni, és egyszer csak elkezdett eljönni az a pillanat, hogy rájövök, hogy visznek a lábaim, és kezdem szeretni. Egész és most kellem. Azt várom, hogy minél gyorsabban jöjjön el ez a pillanat, de hogy ezt így két naponta most úgy megkedveltem. Na, néha jó, elviszem a teniszütőmet, hogy ne legyen annyira életidegen, és úgy csinálok, mint hűsnék. És futás közben így ütögeti a látnak, akik a környéken ismernek, azok, ez hülye, ez csatton van, ez kész, ez megkotlott teniszütővel a kezében rohangál. De hogy egyszerűen van ebben a futásban valami, én ezt elkezdtem egy kicsit megszeretni. Lehet, hogy csak a kényszer, de úgy egy picit már értem, hogy ti mit tesztek ezen annyira. Van ennek egy ilyen gondolatrendező hatása?
készül a bikini body. Most kezdem elővenni a nyári ruháimat, és a szívem szakad, basszus, hogy hova fogom ezeket felvenni. A szóval kertbe annyit, szívem, a kertbe, majd illegeted magad a szomszédod. Egyrészt az kettő, hogy azért egy erőset epiláljál előtte, Juli, tudod, szóval, hogy azért tudod a nyári szezon, azért ne csak úgy röpfetsz be, hogy átállsz a nyári szezonra, mert most nem tud az ember kozmetikushoz menni, de légy kegyes. És ne homályosítsd el a vekerlen növényzetét. Igen, az a vekerlen bozotta. Azért igaz is fazolra minden, mert tudod azért az jó, megértjük, fészket keres magának, és költeni szeretne, hogy beköltözzön. Hesegesd el a gólyarajokat a lábadról. Tehát, hogy megjelenik néhány kis rigosszájában, egy kis szalmadarabokkal, tehát, hogy elkezd építkezni rajtad. De megmondom őszintén, tök jó hallani, hogy jól vagy. Én azt hittem, jobban ki leszel. Tehát azt hittem, hogy nagyjából így egy hónap után, most már régen nem beszéltünk, hogy így a végstádiumban kapunk el, hogy na most mondod azt, hogy elég, és hogy mindennek vége. De hogy így mentálisan erősnek tűnsz, ez egészen bíztató. Egészen azt meglepő. Ugye különböző családok vannak, Janiék, Feriék, ti, Annáék, mi, Laci, de úgy nagyjából az első közé tettelek volna, aki megkotlik. De mi? Nem tudom, mert úgy valahogy, hát ti azért annyira egy ilyen igazi, ilyen mediterrán család vagytok, jöttök, pentek, éltek, eztek, dolgozik, amiről nagy dírrel-dúrral éltek az életeteket, és az ilyen nagy vehemens vérmérséklet családokat, amikor bezárják egy helyre, az mindig sokkal nehezebb, de nem a családdal van baj, hanem a családon belül felbukkanó vérmérsékletekkel, hogy mindenki egy kicsit ez az impulzívabb személyiség. Azért a Miró is, te is, a gyerekek is, ahogy elmondod. És igen, ahhoz képest azért ezt tökre egyben tartjátok. Ez jó. Szóval, hogy ez tök jó. Az impulzivitás az egyébként megmaradt, mert az az érdekes egyébként meg tök jó, hogy a Miróval nincsenek vitáink, sőt, tulajdonképpen ez a fajta jó kedvűség, meg ez a fajta energia, ez szerintem azért van bennem, meg a Miróban is, mert azt érezzük, hogyha a másik elkezd összecsúszni, vagy szétesni, akkor muszáj ott állj mellette nagyon vigyorogva, nagyon teli energiával, hogy ő ne essen szét, és így hogy is mondjam, egymást támogatjuk oldalról, hogy igen, minden rendben lesz, menni. Hát figyelj, két kicsit ittas ember mind veszne össze. Ugye? Megkötitek a magatok kompromisszumait, például már a 2 éves rozét is megbontjátok. Tehát, hogy... Én a múltkor lementem ide a kis italtárolomba, ahol itt régen mindenféle borok meg pálinkák voltak, és rájöttem, és igen, elszomorodtam, hogy megkotlottak a készleteim, úgyhogy tankolnom kell, mert rengeteg borom és pálinkám van. Igen, de azokat nem nagyon iszom, úgyhogy abban baromi jó vagyok, és a bárkinek kell adok szívesen, de becserélném valamiféle jóféle italra, ha van neked, dírálhetünk. Nálunk Miró ugye folyamatosan süt, főz, hogy valamit csináljon, úgyhogy ebből az apropóból az egész család hízik, de olyan, mintha direkt csinálná, tehát, hogy így este áll neki ilyen vaníliás, mézes, nem tudom milyen dolgoknak, az egész lakás tele lesz az illattal, és egyszerűen nem tudsz nem enni, zabálni, és amikor elfogy, akkor újra nekiáll, és újra csinálja. Tehát olyan érzésem van, hogy attól fél, hogy egyszer elfogynak az élelmiszerkészletek, és minket kell, hogy megegyed, és most fel kell minket hízaljon. Folyamatosan zabálunk, úgyhogy... Igen, mert aztán meg akar enni benneteket, tudod, az lesz a... Az lesz, már nézi a recepteket. Szóval, hogy mi itt rengeteget, vagy én legalábbis rengeteget eszem, úgyhogy én nem tudom, mi lesz, meg mikor lesz ennek vége, és hogy milyen állapot fogok innen kikerülni. Nem az a baj, hogy megy rád, hanem az, hogy nem oda, hova kellene. Általában legalábbis így szokott lenni. Tehát, hogy tudod, ha jó helyre gyűlik, akkor azzal semmi gond nincsen. És mi a helyzet zoknival? Kutyusotokkal? Hát figyelj, na ugye, tehát aki lemaradt róla, őről azt kell tudni, hogy neki volt 2 darab szalagszakadása a hátsó térdejében, és ugye meg kellett műteni, és a bal műtét az annyira nem sikerült, mint a jobb. Úgyhogy hát estére azért ő sántiká, meg nehezebben gyógyul, de most már azt is, abban is azt látom, hogy most már assacskája volt. Meg hát nagyon boldog, hogy otthon van mindenki. És mindenki őt szeretgeti, és mindenki kicsit elszontyolodik, akkor oda söndörödik a kutyához, és simogatja fülét, farkát, és akkor mindenkinek egy kicsit jobb kedve lesz. Egyébként nálunk a Noel van így. Terápiás kutya. Igen, no, Noel van így, ugye ő még ovis, és ő imádja, hogy itthon van. Tehát a nagymám mondja benne, hogy azért már osztálytársak, meg mennem, meg edzés, meg hogy szerintem ez így hiányzik. A kicsi minden este elmondja, ez volt a legjobb nap. Édesem, drága fogás. Bicikliztünk, együtt voltunk, és hiányzik az ovi Noel. Nem.
nagyon-nagyon jó itthon. Olyan sokat vagyunk együtt. De tökény. Annyira cuki. Hát majd kérdezek két hónap múlva. Nem, hogy valahogy minél kisebb, annál jobban élvező, ugye még nincsenek meg azok a szociális kapcsolatai, barátok, osztály, kötődés. Ugye hát nyilván vannak haverok meg barik az oviba, de hogy neki a legnagyobb dolog még mindig a családdal együtt lenni. Ő ezt imádja a legjobban. Ő minden este elmondja, hogy ez ma egy milyen jó nap volt. Hát drága bogár. Csak meg így néz rá, tudod, így nézi a nagyja, persze, tudod, már Benni már kamac, már morog, már menne, már azért látom rajta egy hónap után, hogy azért nyilván ő is harcol, szóval, hogy minél nagyobb a gyerek, ez annál nehezebb. Hát nálunk most hogy nézel ki, Júlia, azt kérdezik, most mi van rajtad? Kicsi kis házi cucc, takarító cucc, esetleg egy, már... Egy magas sarkú cipő. Egy fekete nekharisnya. És a valóság egy pincér dugóhúza van a bal kezemben, a jobban pedig egy félig üres. Egy félig megbudjant Rozi, amire azt mondom, hogy jó lesz ez, ma jó, még megnyitunk újat. Direkt savas. Igen, és két mosatlan pohár, amire bele öntött, hogy ennek a bornak jó ez a pohár. Ennek is jó lesz. Fogadja szeretettel a Hotel Silvert. A kedvetekért kipattintottam ma magam, felvettem most a pizsamanadrág helyett egy mackóalsót, meg egy trikót, meg egy pulóvert. Egyébként szánalmas, amikor leszedem például a szárítót, mert azt látom, hogy pizsamanadrágok, illetve mackónadrágok cserélik egymást, és így nagyjából ebben a sorrendben körülbelül ugyanazt a 6-7 ruhaneműt hordjuk. Semmi változatosság, úgyhogy mondom, ezért szakad a szívem a jobbnál jobb nyári ruhákért, meg a gyönyörű kis blúzocskákért, meg szoknyácskákért, valószínűleg ebben a szezonban ezeket nem nagyon fogom hordani. Na jó, de tudod, lehet, hogy mi kell, hogy tartsa benned a lelket? Hát azért egy-két nap is kitör a tavaszi szünet, úgyhogy... Alig várom! Alig várom! Igen, gyerekek végre otthon, szabadság, nem kell tanulni, igen, lehet jönni, menni, igen, ja nem. Igen. Lesz egy csomó programotok, ja nem. De hogy mindjárt tavaszi szünet, mondjuk ezt minden szülőnek, hogy tartsatok ki. Hát biztos fáradtak már a gyerekek, úgyhogy nem sokára otthon lesznek, sokat. De milyen jó lesznek! Nekünk a héten kitör. Nektek is? A héten, ugye most? Azt hiszem, hogy szerdán, holnap van az utolsó tanítási nap. A lányom egy óra múlva megír két témazárót. Igen? Vagy a mai napon még kettőt, vagy még holnap akkor is megírjátok, egyet, hogy... jól értem, hogy megírjátok? Nem. Nem, a Júli nem hát tud segíteni a negyedikesbe. Exponenciálisan okosodnak a gyerekek, meg a szülők egy. Igen. Az lesz a jó, hogy amikor kidő, hogy ketten írjátok, és így 84% tudod, és rájössz, hogy gyönyörű, ketten írtuk, így sem tudtuk megírni ötösre. Nekem egy haverom mondta. A fiam múltkor írt egy négyes természetismeret dolgozat, és tényleg én is azon gondolkodtam, hogy mit rontottunk el? Vajon melyik kérdésre adtunk a rossz választ? Figyelj, a felelősség. Nekem is mondta, hogy ha figyelj, nem hiszed el, 3 órát ültünk a dolgozata felett, megírtuk 81%-ra. Ketten írtunk a gyerekkel 81%-ot. Ciki. Rögtön felhívtam a tanárnőt. Ugye, hogy azért itt a szülő is megkapja a bizonyítványát. Nagyon szép, nagyon szép Déneske, nagyon ügyes vagy Déneske, 81%-ot tudok adni. Zárójelben apukát csokoltatom, mert látszik a kézírása. Ketten együtt annyira írjátok, gyönyörű. Én csodálatosan felfejlődtem egyébként matematikából is, magyarból is, természetismeretből is. Nagyon-nagyon sokat tanultam az elmúlt. Minden jön vissza. Persze, hogyne. Mondjuk nem vártam, de jön. Igen, kihagytam volna. Tehát ezt meséltem tegnap vagy tegnap előtt, elvillantattam a gyereknek a lebe fel, ki át meg el, ide-oda, össze-vissza, rá szét című igenkötői versemet. De ki le fel, át rá meg el, ide-oda, szét, össze-vissza, széjjel szerte szét. Ezek megvannak neked. Úgy, na, ezt úgy tanultam, hogy lebe fel, ki át meg el, ide-oda, össze-vissza, rá szét. Azt hiszem, vagy legalábbis amilyen emlékszem. És a gyerek így nézett, hogy Jézusom, de kellemetlen vagy, hagyd már a feled. Szóval a szülők próbálnak villantani, tudod, ami még megvan. De azért egy kicsit hízelgő, amikor ilyen nagy csodálkozó szemekkel néznek rá, hogy te ezt is tudod. És akkor azt mondom, hogy igen, fiam. Ne apádat kérdezz, gyere hozzám a matekkal, mert ezt még én is vágom. Apád el van foglalva a lecsóba. Igen. Na jól van, Júli, hát akkor vigyázzál magadra, hogy két hetente felhívunk. Szerintem már is végén, június elején, aztán július végén, szeptemberben, még mindig a karanténban, úgyhogy ugye hívunk. Hívjatok, jól van, a puszi nektek kitartás. Tartsál ki, vigyázzál te is magadra, jó volt alatt a hangodat. Menj hátra, kavard meg a cefrét. Azt nem ilyenkor csináljuk, a pálita, Jami. Küld belőle egy engem. Jó, puszi. Te hogy nem, Blackwarból lehet. Puszi, ciao, hello. Na, Júlcsa. Én bírom Julit. Vitt egy kis életet. Oké. Gyerekek. Igen. És most látnák így a lelki személyek előtt, hogy lefagy az arcáról a mosoly, és visszavonszolja magát a ház. És tényleg elkezd inni. És kiderülne, hogy akkora féket nyomod, tudod. Keres egy sarkot, és lekucorodik, és ez zokog.
tölt a poharába, megissza, és hiszti rohamot kap is bőgig. És a szobából bentről egy ilyen borizóan, ki volt az? Ki ebbesz téged? Megébe kellett jelentkezned azokhoz a hülyéket. Igen. Jövünk mindjárt 9:30 pontosan, jövünk a nap legjobb pillanataival, és lehet jelentkezni még egy utolsó ajándékcsomagért rá a játékunkra. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Itt vagyunk, 3:10 lesz pontosan 6 perc, holnap foglalkozunk részletesebben a kihányas kapott a gyerekkel való együtt tanulásra a témánkkal. Ugye, mert ezt felvetettük, Julianak elmeséltem egy történetet, hogy egy haverom elmesélte, hogy tanult az egyik gyerekkel, és 81%-ot kaptak, már nem tudom pontosan milyen tantárgyból. Lányom tesiből kapott egy 10 perc, 12 kérdéses dolgozatot, amit szülői segítségekkel kihoztunk hármasra. Ki nem volt olimpiai bajnok a felsorolt hat úszó közül, mekkora volt az olimpiai stadion hossza az ókorban, füstölt a Google, de nem jött össze. Úgyhogy drága szülők, holnap home office-os tanulásos történeteket várunk majd, jó, hogy ki hányas, kaptatok-e már jegyet, hogy túl vagyunk az első dolgozatokon, talán így egy hónappal az iskola bezárás igen, után, tavaszi szünet előtt. Mit hoztak össze a tanulópárok? Igen, mit hoztak össze a tanulópárok? Holnapra készüljetek, jó? Nekünk élményekkel, gyerekjeggyel, környezetből, matekból, magyarból mennyit fejlődtetek, mi volt, ami nektek is új, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha valaki bevallaná nekünk, ahogy ez a hallgató is tette, köszönjük szépen, hogy ketten együtt. Nagy volt a küzdelem. Hogy sikerült egyest? Igen, egy ötöst a gyereknek, úgyhogy holnap így, az egy hónap távlatából szerintünk most már le lehet vonni a tanulás első, hát hogy is mondjam, következtetéseit, következményeit, úgyhogy várjuk majd a történeteket, hogy ki hányasra vizsgázott, jó? Mert hogy most már azért voltak dolgozatok, voltak értékelések, vannak jegyek is, és így nyilván, főleg ha a gyerek kisebb, meg hát nyilván, ha még általános iskolás, akkor odaülsz mellé, próbálsz egy kicsit segíteni, átveszitek, tanulod az új tananyagot. Hát most mit tanítjuk meg nekik az új tananyagot? A tanár leadja, de hogy aztán a gyerek megértse, az rajtad, a türelmeden és a te tanári képességeden múlik. Azt most a tanár csak úgy tudja megtanítani, hogy ha van szerencséd, online óra leadja, de utána te érteted meg vele. Mi most bizony, ezt röviden úgy mondjuk, hogy nagy a baj. Hát nagyon nagy a baj, gyerekek. Hát most tegnap megtanultam, hogy egy dek az 10 gram, egy csomó új információm van, úgyhogy... Viszont villóz még. Hogy 10 dek az hány gram, akkor már vakartam a fejem, és akkor 23 dek az hány gram. Hát figyelj, ott ültem, mondom, azt a mindenségét neki, az 20 gram, 3 deka, vagy hogy tudod? És akkor 465 gram, hány deka? És akkor az 46, vagy elveszek egy ötöst, vagy egy tizedessel lejjebb jövök, vagy 46,5, vagy hogy, mi, hogy? Na, jó, akkor csak be újra, kezdjük újra. Egy deka, az 10 gram. Ugye? Igen. Apa, de akkor 465 deka, az hány gram? Na, jó, na, vedd elő a magyart. Na jó, igen, majd később megcsináljuk. Iszom egy kávét, anyád megfőzi, utána nekiállom, most mi a magyar? Ne nézd, na, vedd el az angolt, az megy a legjobban. Igen, többet majd anyádra megbeszélek, hagyjuk most ezt. Ne húzzuk az időt ezzel. 423 deka plusz 2 gram plusz 1 deka, hány deka összesen? Aha, jó, jó, oké, vegyünk egy nagy levegőt, rendben van. Értem, hogy most ez jön a kiló, meg a deciliter, meg a liter, meg a hektoliter, oké. Akkor gyere ki focizni. Igen. Tesi óra. Na, tesi óra. Jó, okay, jó. Még tesiből le kell futni egy távolugrás? Na, akkor először azt csináljuk, jó? Addig megjön az eszünk is a matekhoz. Úgyhogy, hát igen, ez most nem egy egyszerű történet. A tesi elméletet pont nem is foglalkozunk vele, annyi feladat van, írja valaki. Van még tesi elmélet. Igazi személyiség. Hát én szerintem nem is csak a személyiségről, hogy tudod erről beszélni, egyszerűen mindent tanulnak. Igen, nekik le kell adni. Tehát le kell adni az anyagot, igen. Akkor tudja igazolni, hogy ő leadta, megtanította kvázi, tehát hogy nekik ugyanazokon a mezsgyéken kell mozogni, szerintem ez nem azért van, hogy kiszúrjanak velünk, kvázi tulajdonképpen nekik ezt muszáj leadni. Se hát szakásnak, igen. Se cukrásznak nem menj bali. Persze, hát nekem ezért nem sikerülnek a túrótortáim, mert ha csak dekában van megadva, vagy csak gramban recept, akkor picit mindig csomós lesz a túrógombóc. És az a baj, hogy még például elméletesében sem jó mindenki. Feri például elméletben is csak 20 fekvőtámaszt tud megcsinálni. Nem, 8. Igen. Elméletben megvan már az ennyi csúcs, az 8 volt. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy mennek a matek átváltások, aztán amikor fél kiló túróhoz 6 kiló búzadarát adtam, akkor rájöttem, hogy nem teljesen tudom olvasni. Aztán rájöttem, hogy nem teljesen tudom jól olvasni a szakácskönyvet, nem olyan lett a túrógombóc, mint ahogy eltervezt. Pár napja csináltam. A család azt hazudta, hogy finom, de láttam, hogy nem ezekben a
vészteres időkben nagyon sokat számít az, hogy tényleg jó húzos, kraftos legyen, tényleg, ahogy szokták mondani vidéken, érted, legyen benne anyag, te egy kicsit túlt. Na, lehet, kérdeztem a Vikit, hogy elfogyott a búzadara? Most adtam. Aha. Hát jó, de a recept. Elfogyott a búzadara? Hogy már 2 kilót elhasználtál. Van még búzadara? Ugye. Mit csinál? Túrogombócot. Hogy tök jó. Hát 6 kilót ír. Mutasd már azt a receptet. Most miért? Hát biztos sok búzadara kell vele. Kevertem a mozsárba, kevertem, hát azok a gombócok nem akartak feljönni utána. Mit teszel? A tegnapi túrogombócot odaadnád a fűrészt. Jó, hát azért nagyon helyes, hogy most átveszünk a gyerekekkel a váltásokat, akkor majd normálisan tudom értékelni a receptet, vagy megcsinál. Ja, Isten, igen. Mi is dekáztunk, grammoztunk tegnap. Nagyon jó jött a sok liszt itthon, puszi Ildi. Na, ezeket a történeteket majd holnapra, jó? Mert holnap home office-os tanulós történeteket várunk. Itt van a játékosunk Evelyn. Hello Evelyn, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Ciao Evelyn. Honnan hívtál minket, Evelyn? Kazincbarcikáról. Kazincbarcikáról? No. Mi történik Kazincbarcikáról? Hogy vagy, mi újság? Na, hát meg vagyunk, itthon vagyunk a fiammal, be vagyunk zárkózva, úgyhogy nem nagyon járkálunk sem erre. Nem mentek el sehova? Mekkora a gyermek? Nem. Már ő nagy 13 éves. Hogy bírja? Na. Hogy látod rajta? Hát már most egyre nehezebben. Nehezebben, ugye? Uh-huh. Nehezebben már nagyon. Most már azért egy hónapja nincsen suli. Hát azért az most már azért szerintem őket is. Őket is azért érzik. 15 elég, évesen már könnyebb lesz majd. Egy-két év a karanténban is szerintem megszokja. Hidd el. Átlendültek a legjobb. Megszereti. Hamar elmegy. Na jól van, figyelj, de akkor mehetünk a játékkal? Mehetünk, igen. Jó. Három darab kérdés lesz, amire 7 másodperced van válaszolni. Oké? Oké. Na. Azt mondja, hogy így szól az első. Mondj 3-4 lábú állatot. Kutya, macska, malac. Iszonyatosan jó vagy. Igen. Ez elképzelhetetlenül. A gyermek is besegített egy kicsit? Igen, itt van, ő is besegít. Igen? Igen, na. Igen. Hát kell neki valami inger. Oké. Na, így szól a második kérdés. Mondj 3 elemet a periódusos rendszerből, bármelyiket. Magnézium, cink, vas. Nagyon jó. Tök jó. Hát miért van az, hogy 10 emberből 10 szerintem a magnéziumot mondja elsőnek? Hát mert most komolyan. Beütődött az MG. Ez ja, tényleg. Pont azt tanultuk most vele. Komolyan. Igen? Most vettétek igen. Ezt el? Igen, abból írsz a dolgozatot úgy, hogy... Ha, így szól a harmadik kérdés. Mondj három dolgot, amit idén már nem csinálsz. Nem megyünk strandolni, horgászni, koncertre. Jaj, nem áll, hogy egész évben nem. Vagy. Hogy megpróbáljuk egybe tartani az országot és a hangulatot? Mi? Mondj 3 dolgot, hogy idén már nem csinálsz. Koncert, perca. Nagyjából semmit nem fogunk. Hát igen, ez a nyár, ez egy érdekes dolog, hogy ebből mi lesz, vagy mi marad, vagy hogy mikor érez véget. Oké, na figyelj ide, hát ügyes voltál, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönjük szépen. Igen, egy koncertjegy van benne, egy strandbelépő, 2 darab fürdőbelépő, egy korlátlan mozijegy, valamelyik multiplex jóvoltából, és 3 darab ingyenes parkkoncert májusra. Bármelyiket beváltatod május 12-ig. Május 12-ig bármelyik nyugodtan visszaváltató. Igen. Na jó, van, csak humorizálunk itt kínunkba. Puszi neked, vigyázz magadra, és küldjük a csomagot, jó? Köszönjük szépen, sziasztok! Kitartást a srácnak! Csáó, hello! Igen. Elküldtem a páromat pár éve karácsonykor 3 deka fahéjérőtől, hazajött 30 dekával. Az elkövetkező jövőben az egész családnak én adtam a mézecskaláshoz a fahéjét. Nagyon jó, imádom. Hasonlóképpen megy nálam is az átváltás, úgyhogy a gyerek 1 perc alatt megértette a feladatot, és rám vert nagyon gyorsan, úgyhogy jó. Ez hát a legjobb, most... érted, amikor elmegy valaki, és hoz 2 kiló szerecsendiót, 5 kiló csillagán is, érted, és soha semmire nem fogod tudni. Mindenki éjjel-nappal még a gyerek is fogmosáshoz is, vagy forralt bort fog inni. Figyelj, nekem nem egy tapasztalatom, hogy odaülök, gyere Benni, hozd a matekot, elkezdem neki magyarázni, és 2 perc azt mondta, hogy apa idegesítesz, értem, és a 3. példát már ő mondja el nekem. Igen. Ne, és az emlékszem, amikor ő azt mondja, hogy apa, te nem érted, majd én elmagyarázom. Apa, nem érted, de hagyjál, zavarsz, és egyébként meg ez nem így van, és nem annyi. És akkor mondom, jó, akkor írd be azt. És utána számolok, és nagyokat sóhajtok. Aha, és hallgatok, és hagyom, hogy dolgozom.
Hát gyerekek, régen volt már, na, régen volt már, nyilván még na, a átváltás. De legalább inspirálod, érted? Az abszolút, egyedül tanulásra. Persze, persze. Igen. Na jó van. Akkor nézzük meg, jó? Hogy a nap legjobb pillanatai miből állnak. Egyrészt megpróbáltunk wifi-t befogni a lakásból, mert kiderült, hogy nem annyira jó az internetem. Nagyon hasznos tanácsokat adtatok, hogy hogy lehet internetet csinálni otthon. Ti is és a hallgatók is próbáltak segíteni, hogy oldjuk meg, ha a wifi nem úgy működik, ahogy szeretnénk. És felhívtuk Györfi Palit, aki hát elképesztő mennyiségben dolgozik most, felhív bennünket telefonon, ott van különböző videókban, a YouTube-on, a közszolgálati tévében, kereskedelmi tévékben, és hát mémek formájában is. Felhívtuk, hogy hogy bírja, és kapja el, vagy látja azokat a mémeket, amik róla készülnek. Úgyhogy Pali nagyon helyes volt, vele beszélgettünk, jönnek a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Sziasztok, tudom, hogy ti szoktatok kérdezni, de először most hadd kérdezzek én. Ti otthon maradtatok? Egy hónapja, Pali! Szerinted. Egy hónapja! De jó vagy! Jó, itt szeretlek, de jó vagy! Csak egy hónapja ülünk csak itt jöttem, ebben szobában. Csak jöttem, oké, jó, rendben, akkor ez lesz az alapja a beszélgetésnek, hogy barátok vagyunk, és minden rendben van. Itt vagyunk, de imádom, hogy ezt megkérdezted. Kicsit a Janival mi haragszunk azért, mert a Balást már fölhívtad személyesen telefonon bennünket, kettőnket, a Janival meg még nem. Jó, hát képzeljétek el, hogy mennyit kell nekem tárcsázni ehhez. Tudjuk, és peremkerületom úgyis. Én meg vidék, hát na. Az is látszik most már, hogy sokan annyira komolyan veszik, ami tök jó, ezeket a telefonhívásokat, hogy közben egy kicsit félre is értik, és engem hívnak sokszor így napközben, általában idősebb nénik, bácsik, hogy akkor ők most szeretnének egy fél órára lemenni a közértbe, kaját venni, hogy én ezt engedélyezem nekik, hogy akkor legalább erre az időre elhagyják a lakásukat, ami azt jelenti, hogy tényleg valószínűleg, amikor én ugye a telefonban beszélek, a hangomat hallják, akkor erre válaszolnak is, és valahogy ezt sokan nem értik, hogy ez egy gépi hang, amit nyilván előre fölvettek. Akivel személyesen ismerjük egymást, annak ez természetes reakciója, hogy azt mondja, hogy én valóban fölhívtam. És sokan értik szerencsére, hogy ez egy olyan helyzet, amiben bizony elérkeztünk talán néhány hét alatt az úgynevezett karanténfáradtság szakaszába, ami általában egy létező fogalom, és arról szól, hogy az elején még mindenki nagyon elszánt, érti az üzeneteket, be is tartja azokat a személyes életében, és néhány hét múlva akkor nem érzi a saját bőrén a veszélyt, mert még az ő családjához nem ért el ez a vírus, akkor kezd ez a motiváció csökkenni, és akkor kell nagyon vigyázni, mert most tud elvadulni igazán a járvány. És ez most érezhető, hogy 3 hét, 1 hónap után, vagy a magyar lakosságon ezt érzitek, vagy ez egy kutatás, hogy ez nagyjából itt fáradunk el? Egyrészt kutatás, másrészt pedig én is érzem. Tehát szerintem sokan, akik a városban közlekednek néha, hogyha nem tudnak otthon maradni, mert valami miatt ki kell menni, vagy ezért sokan ugye dolgoznak, olyan alapvető infrastruktúrában dolgoznak, ahol be kell menni dolgozni, akkor azt látják, hogy azért most itt hétvégén például nagyobb volt a forgalom, vagy a mentőknek vannak ugye minden nap esetszámai statisztikái, és én most nem is annyira koronavírusos eseteket figyelem ilyen szempontból, mert azokat nyilván minden nap sajtótájékoztatón közlik, most is láthattuk, hogy már 800 fölé emelkedett az igazolt betegek száma, sajnos 9-en meghaltak egy 24 óra alatt Magyarországon, de ha most ezeket félretesszük, csak az úgynevezett alapfeladatainkat nézzük, tehát közlekedési balesetek, például utcai rosszul létek, stb., akkor ez egy érzékenyen látható adat, hogy itt például, hogyha növekedés indult volna meg, ami arra utal, hogy egyszerűen többen vannak kint az utcán, és ha többen vannak kint az utcán, akkor pedig nagyon komoly veszély van annak, hogy igazából, amit az elmúlt hetekben áldozatot hoztunk, az fölösleges lesz olyan szempontból, hogy elszabadulhat mégiscsak ez a járvány, és hogyha valaki nézi a tévében ezeket a szörnyű képsorokat New Yorkból vagy Olaszországból, akkor én azt hiszem, hogy ez az, amit mindig mondunk, hogy ezt kerüljük el, és erre a legfontosabb elem az, hogy valóban kerüljük a közvetlen találkozások számát. Hát most nem akarom újra elmondani az üzenetemet, mert szerintem ezt már tényleg mindenki hallotta, de talán érdemes most megint egy kicsit összeszedni magunkat ilyen szempontból. Hát igen, ma már egyeztetett veled a Pentagon, a Vatikán és az operatív törzs? Hát nézd, hogy ma mi legyen, az nagyjából ugyanaz, amit tegnap is mondtunk, és még valószínűleg egy darabig így is lesz, bár azért itt az operatív törzs, az folyamatosan értékeli a helyzetet, és én nem irigylem őket, tehát ezeket a döntéseket meghozni, ahol ugye két... Nagyon kemény melót nyomnak. Két legfontosabb szempont van, az első nyilván az, hogy az emberek ne halljanak meg, az egészséget ne veszélyeztessük, de a másik szempont meg az ország működőképessége, a gazdaság működőképessége, ami nagyon könnyen levezethető, hogy megint csak az emberek életére van hatással, úgyhogy ez egy nagyon kemény döntéssorozat.
eddig úgy látszik, hogy nagyon jó döntéseket sikerült hozni, mert hogyha megnézitek ezeket a grafikonokat összehasonlítva a többi országgal, akkor itt tényleg sikerült lelassítani a járványt, úgyhogy ez egy siker, és hogyha ebből mémek születtek közben, én azt büszkén vállalom, és ezzel semmi gond nincs, inkább a mémek terjedjenek, és ne a járvány. Most se hallottok, vagy szivattok? Hallottok? Nem hallottok. De csak Jani viccel most. Rohadékot. Ilyen gyorsan megcsinálni az általam kitalált éjfát. De gyönyörűen visszaütött. De milyen jól hoztátok, úgyhogy meg se beszéltétek egyszerre, azonban eljátszottátok, hogy romát szívattok, hogy nem hallottok. Kicsit rátátoktunk. Ez egy elég kétségbeesett érzés egyébként. Szóval, hogy egyedül vagy. Olyan szinten egyedül marad az ember, és közben hallom a bedet, a zenét, a magunk alatt, hallak titeket, tehát ez egy ilyen nagyon, nagyon skizoid helyzet, mert azt gondolom, hogy minden rendben. Na mindegy, jó van. Ha majd a hallgatók megírják, írjatok azonnal, hogyha nem hallotok, és akkor tudom, mert a kettő szemű személy. Jó, jó. Legyen valami jel. Ja, de nem jó, mert a kamerád is leszokott fagyni olyankor, amikor eltűnsz. Te láttál bennünket közben? Na, most megint lefagyott ez. Nézd meg. Lefagytál. Vagy most jön a visszatréfa, amit mi csináltunk az előbb. Ha. Nem, sajnos nem, ez tényleg a net hiánya. Mi van? Lehet, hogy kimegyek, megnézem, hogy lopják-e a wifi-met. Az, aki nem a router szarra, hanem le van terhelve a hálózat, valószínűleg sokan vannak rácsatlakozva ugyanarra az oszlopra. Ugyanez volt nekünk is, ugyanerről a hálózatról. Írja valaki, azt nem tudom. Akkor patkold át. Kérdés, mászak föl egy ilyen kis, kis villanypóznál, és kezdjek el ott bekábelezni valamit. Lehet, hogy egy másik oszlopra kéne átrakni. Hogy csinálj egy mellékáramkört. Válaszd le, tudod, mint a bomba szakértő. Hogy leválasztasz magadnak belőle egy saját vonat, többé meg csináljanak azt, amit akarnak. Szerintem valahogy ez Balázsnak tökre menne. Csak két hosszú drót kell hozzá, meg két krokodil csipesz. Láttam a tévében. Szerintem próbáld ki. Ha alufólia csíkokat teszel föl az ablakra, az még jobban visszaveri befelé. Az is nagyon jó. Csak meg nagyon mindenképpen... vigyázz, hogy a fóliát letekered, hogy a fényes oldala nézzen befelé a szoba. Igen, felé. Igen. Jó? Tök jó, aha. Mert akkor különben szórja és nem veri. Aha. Tehát ezt akkor tartsam fontos... bent. Így van. Igen. Így van. És tarts bent a wifi-t. És a biztonság kedvéért mindenképpen menjél le, légy szíves, a Spice-ba, keresél egy 5 literes konzerves üveget, menj föl közvetlenül a router mellé, és meríts bele a levegőbe, és gyorsan zárd le a tetejét. És rak rá egy címkét, hogy tartalék wifi. És nagyon gyorsan rácsukni, de jó. Tényleg gyorsan. Tehát jó? A hírek alatt összes ajtó ablak betyúk, wifi-ben tart, így van. Pót wifi kannába begyűjt. Így van. Ugye? Vagy csemegó, 3-5 centis csemegó borkás. 5 literes üvegbe. És ha csak kidobott teljes zacskóim vannak, vagy teljes dobozaim, akkor menjek a szelektív, és akkor ilyen teljes tasakokban. Nem, a nylon zacskó jó, hogyha egy nagy nylon zacskóval körbe rohangálsz a nappaliba, úgy, hogy a fejed fölött nyitva igen. Van. És gyorsan becsomózod, vagy begumizod. És a végén becsomózod, igen, jó? Igen. És van még egy végső megoldás, ez tényleg csak végső, igen? hogy keresel egy nagy fürdőszoba szivacsot, mielőtt bemész a szobába, összenyomod. Igen. Aztán oda a routerhez, elengeded, és ahogy kiugrik, beszívja a wifi-t, jó. És akkor legközelebb adás közben egyszerűen csak folyamatosan nyomod össze. És ahogy nyomod össze, áramlik ki a szivacs pólusaiból a wifi. Tehát ez nejlonzacskó szivacs, befőttes és összes ajtó szivacs. Ablak becsuk. Ugye? Hogy a wifi maradjon igen. Bent. Jó. Próbáld meg egyébként az ajtó alatti rést is betömködni valamivel, mert ott elszivároghat nagyon könnyen. Észre se veszed, és már nem van a nappaliban, és a gyerek elhasználja. Meg azt mondják, hogy lehet, hogy a teraszon is csöpög az internet. Tehát, hogy tegyem rendbe a teraszt, hogy nézze meg azt is, hogy nagyon nincs valami okos, ablak, nem tudom, ami a teraszra nyíri. Naphallgatója. Nagyon jó. Tök okos. Nagyon jó. Aha. Azt mondják, hogy mindenképpen egybe csomagoljam be, ne szeletelve ezt. Így van? Tehát így, ott megszakad, ott jönni fog, de mindig lesz benne mindig egy szakadás. Megszakad. Tehát egybe csomagoljak be egy nagyobb adag wifi-t. Jó, akkor hozom. Igen. Jó? Itt leszek mindjárt, hozom a szatyorral. Balázsik! A Rádió Egyen! Itt vagyunk gyerekek, 3 perc van pontosan 10 óra. És nem sokára elköszönünk, ti pedig maradjatok a Rádió Egyen. Atics is itt lesz veletek, remek zenék, úgyhogy tessék maradni egész nap mindenkit. Boldogát tesz a Rádió Egy, úgyhogy maradjatok, jó? Senki sehova. Hívjuk a naphallgatóját. Na. Ajaj. Olyan hangokat ad, mint az én wifi. Mint az én routerem, mikor keresem a netet.
foglalt. Ja, Istenem, én kimentem az erkére, és azon a három autó gázt adott, de megnéztem a rendszámukat, kiderült, hogy itt laknak az utcában, és tényleg a szeretem magam 1-2-3 wifi jelszót meg fogom változtatni valami durvábbra, nagybetűsre, kisbetűsre, számokat teszek bele, durvábbakat, mert sokan rájöttek arra, hogy lehet dézsmálni a wifi-met, úgyhogy holnap kiváló nettel jelentkezem. Jól érzékeltem, hogy nem vette fel a nap hallgatója, ugye? Igen, jól csinálod. Jó, ez nem a net hibája, tényleg nem vette fel. Nem, nem a net, semmiképpen nem ismerek a netet. Ne. Na. Jó van, gyerekek. Hát akkor újra azt tudom nektek kívánni, amit minden reggel 10 előtt kívánok néhány perccel, teljen kellemesen a napotok. Köszönjük. Álljatok szépen. Álljatok egy kis családatoknál. Viszont tanuljatok, kívánjuk. Főzzetek, edzetek, ápoljátok a lelketeket, a testeteket, a tudatotokat, és próbáljátok nem megölni egymást. Sem a családtagjaitokat, sem magatokat. Pár hónap és túl vagyunk rajta. Szerintem október, november és újra szabadok vagyunk. És az az idő meg elhussan. Persze, fél lábon hagy, is. Egy kicsit hagy regenerálódjon a Balaton is. Nem ázik bele napola idén. Nézzük a jó oldalát. Így van, aztán három hét alatt belázik ugyanaz, ami most itt kimaradt. A fű sima marad, mert nem nyomják le a hűtőtáskák, nem teszünk rá törölközőket, a hattyú családok egy kicsit regenerálódnak. Nézzük mindennek a jó oldalát. Idén kap egy lélegzetvételnyi szünetet a Balaton, nem? Pontosan hát most... így van. Nem, azért ez félig, meddig nem mondom komolyan. Remélem, hogy nyára ez véget ér. Azért szeretnék egy kicsit mocsizni. Na, jövünk holnap. Reménykedj csak. Kitartás mindenkinek. Szevasztok! Jó, hello! Ciao, ciao. Sziasztok! Hello. Szép napot mindenkinek! Hölgyeim és uraim! Balázsék holnap reggel visszatérnek!